Magyarország első számú reggeli műsora. Klassz FM Morning Show nagy tavaszi országjárás 2016. Élőben Székesfehérvárról, a Piac térről. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 6 óra után vagyunk 15 perccel. Hát, jaj, maradj el! Jó reggelt! Székesfehérvár! Hadd halljuk, hogy itt vagytok! Kezdtem volna mondani. Jaj, maradjál már! Hát, rohadjon meg az időjárás. Ez a benned született pesszimizmus. Fúj! Ez megint elő akar törni, nincs is semmi gond. Gondoljunk annó Tapolcánkra, tapolcai kitelepülésünkre, amikor hömpölygött a víz a stúdió mellett, befolyt a stúdióba, és így mint a, tényleg, ahogy szoktad mondani, mint a vadmalacok az erdő mélyén így összebújtunk, és a végén már az asztalnak a tetején hárman álltunk, és próbáltam meg összehozni, és szikrázott minden vezeték a stúdió. Na jó, nem volt mennyire. Igen, persze, és megvágott az ipari áram, persze. Igen, négyszer. Igen, ötödszörre már újra kellett éleszteni. Így van. Le kellett valamit érinteni a harmadik lábamat a földhöz, hogy elvezesse azt a hatalmas feszültséget, ami árad belőlem. Figyeljetek, semmi, ez semmi, persze. Nem is esik, hát én vagyok, itt vagyok kint, nem esik. Abszolút nem azt érzitek, amit éreztek, és ez nem az, az esőcseppek rajtatok nem azok. Ez nem eső, ez nem szél, de egyébként nem kell nagyon messzire mennünk, Székesfehérvár. A legutóbbi kitelepülésünk, igen, a legutóbbi kitelepülésünk itt a Piac téren, hogy volt, vagy van itt valaki, aki akkor is ott volt, vagy itt volt, hol van? Nem értek, hogy őket elvesztettük, teljesen. Kicserélődtek. Ott jelentkezett? Igen. Valaki itt jelentkezett. Ja, nem tudod mire. Várjuk meg a gondolatmenet végét. Mi a gondolatmenet vége? Hát konkrétan fogni kellett a stúdiót, akkor a szél volt. Tényleg? Aha. Nem, mi nagyon jó idő volt. Egy rémem vagy, hogy mindenre emlékszel? Egy Dusty Hoffman vagy? Én vagyok, Jani, az illű mélyekkel. mi vagy te? Én egy almanak vagyok. Én nem tudom, mi vagyok. Egy Dusty Hoffman vagy a rémemből. Egy kincses kalendárium vagyok, minden bennem van. Ez az ugás, ami nekem a fülemben van, ez nektek is van? Nincs. Hogy? Nincs. Valami zúg, nem hallom, mit kérdezik. Én ma úgy látom, nem mondhatok semmit. Soha nem szólt ilyen tisztán ez a fejhallgató. Igen. Egyébként tényleg egye meg a fene a meteorológusokat, csak egy utolsó gondolat, elmondom, mit mondtak már, mert direkt elolvastam Székesfehérvárt és Budapest, és azt mondták... Csákomákó! Elélépett egy gyalogos. Azt mondták, hogy délután komoly felhőzet, igen. Addig azonban szikrázó napsütés. Mondták ezt tegnap délután. Tehát mi van? Fingjuk nincs megint, hogy milyen idő lesz. Nem. Hát hol van neked napsütés? Ott már kék az ég, nézd meg! Ott nem, onnan nem látszik. Az igazán a Ferinek, de Feri látja. Jó. Én közel vagyok a felhő felett. Igen, Feri feje a felhő fölött van. Bal vállán egy kondorkeső, jobb vállán egy albatrosz. Igen, nálam mindig kék az ég. Nincs itt semmi gond, srácok, ez pont semmi. Egyébként meg nem szabad elfelelkezni arról, hogy nem biztos, hogy jönni fogunk még Székesfehérvárra. Tehát aki most kihagy minket a Fehérvárra. Hát most megalapoztad. Hú, de jó buli lesz. Én belecsaptam, aztán te most meg megalapoztad. Ránk, hogy széttépnek minket. Városról-városról járunk, mint az aranyhorda annak ide. Ja, hogy ők nőket erőszakoltak, házakat gyújtottak. Nem minden nős érdekes. És hát a tárgyalás már csak ilyen. Igen, de mi hátrafelé lenyilasztuk őket. Na, veled van baj egyébként, én rájöttem. Na most mi a baj? Valami megváltozott. Képzeljétek el, sok minden megváltozott. Szombathelyről haladok kifelé, már az autópálya felé vezető úton, és látom a teljes dobozt, mert Balázs azzal jár, ugye, ahogy terveztek az angolok, így elfordítottak oldalra egy teljes doboz, megvan az autó. Így van, most csúnya csapdába csétálsz ezzel a történettel. Igen. Csak felőre szólok, hogy ennek csúnya csapda lesz a vége, mert erre majd mondok valamit én is. Laktózmentes mizó dobozba. Megy érted, és egy kamion mögött, betartva a sebességhatárokat, halál nyugodtan autózik az a férfi. Jönnek a tippek. Az a férfi, akivel néhány évvel ezelőtt még Sopron felé azt játszottuk, hogy ki mer bátrabban autózni, érted? Lenyugodva, nyugodtan, tehát veled van valami. Megöregettem. Veled van valami. Nem siet az ember. Néztem, nem lehet, hogy a főnök mond, hát ilyen nincs. De tetszett az új kamionja? Ja, hogy azzal volt. Már éppen hazahúzta a dobozt. Feri így mellett, van, kis lassítás, egy átudalás, van. Csak mondom, hogy hát viszont ugye... Hát a kormányra dőlve aludt, tehát hogy ahhoz képest nem is rossz. Ugye? Jó mentem. Ugye ezt ne felejtsük el, hogy Budapest-Szombat egy olyan távolság, hogy ezt már egy az alfával az ember be se vállalja. Tehát hogyha fél attól, hogy az autó esetleg félúton cserben hagyja, akkor egy másik autóval kell kénytelen elindulni.
Mert hogy nem a saját autójában. Na mondom, nézd a rohadékot, nézd, nézd, nem ugye... merte bevállalni saját autóval, félt, hogy lerobban. Vannak barátaim, akik segítenek. Nem, így egy ilyen kis káskájjal így mellettem. Na mondom, ezt az Alfa nem tudná, mi? De tudná, azt még jobban is tudná, vagy hát nem ugyanígy tudná körülbelül, csak úgy gondoltam, hogy büntetések ne hozzám menjenek. Nem, az alfások úgy indulnak el országos túrára, mint a kék túrások, így a pecsételőhelyeket keresik, az alfások be vannak jelölve. Nem, nincsenek. Aranyosak vagytok ezzel már megint, de nem, még mindig jól működik. Az a dolog, ez volt az én első gondolatom is, ez a Szombathely, ezért messze a Budapestről. Szóval az ember fél, hogy az autó el nem ér oda, akkor kölcsönautóval megy. Anyámat hozni kell a héten Békés Csabáról, mert kicserélik neki ezért a ketyegőt. Na, tényleg, hát most nem tudom. A muter 78 éves, már nem bír leülni, az Alfa a földön van, érted? Múltkös úgy kell szegényt kiszednem belőle. Hárman álltunk, mondom, mama, gyere! Te nyert tegnap nyomtál egy Szombathely Békés Csabán? Nem, azt mondja, hogy Békés Csabára megyek, és akkor hozom el. Azt combos. Az bevállalós. Azaz lett volna. Az bevállalós, még egy Szombathely Békés Csaba. És akkor mit mondom, hogy Ferikém, hát most már leszokatnál a matchboxoktól aranyszíven. És tényleg, légy, vegy magadnak valami normális autó. Szereti, ő tudja. Szereti. Messziről. Na, drága fehérváriak, egy csomó mindennel készültünk. Bezonyám. Ja, szóval, ne haragudjatok rá, én kérek el. Egy csomó mindennel készültünk, többek között lehet majd 100 000 forintot nyerni, hogy ügyesen tudjátok kirakni valamelyiküket. Hideg burkoló utalvány. Bizonyám, ha szeretnétek lakást felújítani, akkor erre nagyon jó. És egy teli hűtőszekrényt is adnánk nektek. Ott van hátul a tehém. Ottan bizony a körülbelül 50 liter laktózmentes mizotejjel van megrakva, az a bizonyos hűtőszekrény. Fejni kell majd. Fejni kell, zseniális volt. Ellopták. De ennyi éjszaka, volt? Éjszaka meglovasították az installációt. Tegnap még meg volt a hűtő, és ma nincs? Ott kell lenni annak valahol. Nézd. Ebből gazdálkodunk. Tegnap még volt hűtőtele, laktózmentes tejjel, ma már nincs hűtő. Csak mondom, hogy tegnap a lányom nem akart kiszállni az autóból, éppen utaztak valahova az anyjával, sajnos orvoshoz. Csákobáko, jó utat! Átment a piros hogy, azért Duda. Nem akart kiszállni az autóból, addig még végig nem hallgatta a tehénfejés kis megszólalásunkat, mert annyira tetszett neki. Pedig abban azért voltak áthallásos poénok, amikor az NMA a levegőbe csapott, hogy na most megvan azok, hogy miért vegyük el a frekvenciát. Ilyet hallgat a lányot komolyan? Hát igen, ezt ne csinál. Szörny. Borzasztó egyébként. Mindig megmutatom neki, tehát ahhoz, hogy le tud győzni az ördögöt, ismerned kell. És akkor hazaviszed neki a tehenet, vagy csak a csecset? Hát nem. Van egy ilyen kis, hogy hívjákon, van egy ilyen kis diagramom, és minél többször nyalok be a kitelepülés során a mizónak, annál nagyobb hűtőszekrényt vélete ki, annál több laktózmentes tejjel, annál nagyobb tehénnel. Minél többször mondod el, annál nagyobb a csapsz majd. Persze, van egy ilyen kis háttér a kettőjük között. De akkor sokszor elmondom, hogy nem tudom, hogy csempe-csempe, akkor felújíthatom a fürdőszobát. Igen, akkor leszedik a seggedről is a szél. Egyébként iszonyatosan jól néznek ki a csempék, majd meglátjátok, gyakorlatilag mind a hármunknak az arcvonásai rá vannak égetve, 9, 20, 12 csempére. Kinek mennyi hely kell, ugye? Nekem csak a bal arcom félt rá, akkor arcom, ahogy nem félt rá erre a méretre, viszont nagyobbat nem tudtunk csinálni. És van még egy játékunk, egy mit mondóra játékunk, ahol szintén egy kétszemélyes kis, azt mondták, hogy nem wellness mondják, mert nem biztos, hogy az lesz, de hogy egy kétnapos hétvégét lehet majd nyerni. Így van. A mit mondóra játékkal természetesen az ajándékcsomagon felül. Ez ki ez a laptop, ami itt van előttem? Van rajta egy tök jó fotó, ide el akarok menni. Na, és beazonosítani tudod? Vagy? Nem, hogy azt kérdezem, Magyarország, nézzétek már meg. Egy kicsi vízesés van rajta, semmi durva, de olyan szép, hogy ide elmegyek. Aha, ő Elizabeth King, de ez egy régi fotó. Elizabeth King squirting. Persze, meg ezt nem volt szabad. Ez nem, na, ezért viszont elveszik hat után. Á, ezt az NMA nem érti, ilyeneket lehet mondani. Bondage. Szóval, na, most nézd meg ezt a vízesést, nézd meg, te nagy természetjáró. Most biztos rájössz, hogy ez itthon van-e Magyarországon, vagy nem. Ilyen nincsen sajnos nekünk itthon egyekkor. Atya úristen, de szép. Tudtam is, hogy egy mélyérzésű ember vagy. Balázs is a természetjárás. Állítok is a felbontáson, hogy még nagyobb legyen az élmény, nem, én inkább oda megyek, megnézem. De ezt kérdezem, te hülye, nem érted, hogy ez itthon van-e Magyarországon? De hogy ez itthon van-e? Hogy láttál-e, de már most valamikor... Most nem lehet tudni, mert a Photoshopot gyakorlatilag mindenbe bele lehet úgy nyúlni, hogy ránézel egy képre, és azt látod, hogy úristen, ez lehet bármi. Bárhol, tényleg, ez lehet a fátyol vízes és egy lila füred környéken is. Csak mondom, hogy annyira túrázok, hogy hétvégén megmásztam a gyerekkel a Budaörsi hegyeket. Túrázod?
Annyira, akkor túráztam. Mindig figyelj, hogy ne rázd túl. Akkor túráztam, hogy aztán a saját cipőmet találtam el. Csak észre már nem vagy fiatal. Ne, megmásztuk a budaörsi hegyeket. Nagyon a budaörsi hegyek, csak szólok. Tehát a hegyek, az kb. Ilyen 80 méter, 80-tól 150-ig megy. Budaörs, városháza mögött elindulsz a piros jelzési úton, felérsz egyébként a vitorlás repülők emlékművéhez, van egy gyönyörű emlékmű, és vagy Csillebérc felé, vagy pedig Farkashegy felé le tudsz túrázni. Elképesztő túrát nyomtunk. De már ugyanúgy jöttetek vissza, nem mentetek Csillebérc felé. Nem mentünk aztán le Csillebérc felé, de jó túráztunk. Szépen, Marcia, nagyon szép ez a környék. Érdemes ott kolbászolgatni így össze-vissza. Sose voltál arra, most miért mondod? Hát, szó azért. Szerintem kevés helyet tudsz mondani. Túráztál arra? Persze, és nem csak olyan távolságra megyek el, hogy még lássam az autót. Nekem az egy megnyugtató. Hát ez egy ide, az egy megnyugtató érzés. Kérdezte Benni, még látjuk az autót, nyugi? Még látjuk az autót. Na most már nem látjuk az autót, visszafordulunk. Tegnap mi volt? Mit csináltatok? Edzettem. Tényleg? Igen. Hol? Minek? Ugyanaz. Már megmentem. Kettlibel. Mint a múltkor. Elmentem, igen, de még egy vállad a lapon. Szegény haja. Nem, meggyőztem, hogy engedjük el azt, ami nem való. Egyre jobban kezdek rákattani. Találtam, hogy olyan jó kis edzőtermet, te egyébként nagyon szeretnéd. Minden azért van kialakítva, hogy funkcionálisan tud használni. Semmi lárifári, semmi csillivilli. De ezt hívják úgy, hogy nem volt pénz a beruházásra. Semmi felesleges vircsap, semmiféle jacuzzi, meg sauna, meg nem tudom. Egy épül még a terem. Valószínűleg ez azért van. Nem, egy gyártelepen belül van maga az edzőterem, ahol mindenféle más üzemek is vannak, és ezért csak kinyitsz egy ajtót, egy ilyen belső parkolóba, és ott vagy bent egy edzőterem. Nem Balázs, csendben, mert a portásom útkör, és kiszúrt, igen. Gyártelepen belül olcsó a bérleti díj, így kezdődik. Kötélmászás, gyűrű, súlyzó, kettőbel. Klasszikus, klasszik, díszperzítes vödrökbe öntött betonsúlyok. Betonsúlyok, medicinlabdák, amit a falra kell dobni. Tehát, szenzációs kis termet álltam, és nem is húztam meg magam. Látszik, hogy növök? Láttad? Jézusom! Igen, látszik. Most gyerekek, minden héten ez lesz majd biceps pózus. 26, igen, hogyha mondjuk 3-4-10-kor kérdezném, de ugyanezt, akkor nem biztos, hogy ez nem, de nagyon látszik. Na. Jó, csak így a napfelkeltét, jó, vagy látsz-e valamit? Nem, már egyébként, már picit félek is a napfelkeltétől, mert most már tényleg. Meg ne kívánjál. Annyira durva lesz a látvány. Ja, egyébként, a megkívánásról jut eszembe, na, hogy ha gondoljátok, akkor rakhatunk ide lakatot a felüljárónak a tetejére, mert láttam, hogy ez a szerelmesek hídja is egyben. És hogy mi hárman így összeszerelmesedve? Így van. Vagy kétszer-három szemán hazavitte valaki. Nem tudom, de le van lakatolva végig. Mi a lakatok vannak? Ott tele van, innen is egyébként látszik. Az, ami ott, azokat pici, lakatok? Igen, az nem madárörülék, azok a lakatokat végig. Úgy néz ki, mint egy kis felrakadt lepkék lennének egyébként. Tudod, hogy akkor az. Tudod, hogy Párizsban elbontották most ezt a szerelmesek hígyet? Mert majdnem leszakadt és leszették a lakatokat? Pont mondtál valamit, vagy csak kijött mi az, hogy mondtál valamit? Vagy csak tegnapi krémbrülé jön. Vigyel egy kis ásványvizet, mert nagyon savas vagy. Elbontották a szerelmesek hídját, mert annyi lakatot tettek nem, már nem csak föl. A lakatot szedték le, ez egész hidat lett. Nem, hát úgy értem, hogy leszették a lakatokat. Ja. Most gondold, hogy odamész, megpecsételed, és erre jön egy csúnya markolós ember, és egy hét múlva. Felrakod, és már hogy jön az, és akkor menjünk picit arra, és elviszik az egész. Csak nehogy a Székesfehérvári híd is így járjon, hogy annyi lakatot raknak föl rá, hogy aztán ízé leszakad a híd. Ez elég masszív kis szerkezetnek néz ki szerintem. Fölrakhatunk egyet, ha beugrasz egy ilyen kis ápizba, ami jelzett lakatért, fölrakhatunk egy ami hármunkat szimbolizál. Ápizba? Jó. Akkor egy keravírba valóban. A vasérbe meg majd veszünk borítét. Vagy menjél a lakatoshoz. Ugye? Tényleg, lakatoshoz. Simán. Na jó, mutassuk meg gyorsan, mi történt velünk tegnap, jó? Aranyembereket találtunk, Rozikát és Pannikát. Hát, gyerekek, ők főnyeremények voltak, és tesztet töltöttünk ki velük. Lehet, hogy ma is megcsináltatunk majd a Székesfehérváriakkal. Csákó Málkó, eseménymentes! Odafigyelni a lámpátra. Jézus. Megjött a dinnya, Jani, azt szeretne valahol leparkolni. Végre magyar reper. Végre megjött a magyar reper, igen. Úgyhogy megmutatjuk, mi történt velünk tegnap Szombathelyen, és közben mondjuk, hogy nem kell SMS-ben játékra jelentkezni. Nem kell, mert ugye helyszínről választunk a játékost. A játék rutinos hallgatók vagytok, már tudjátok, hogy ha kitelepülünk, akkor helyszínről választunk. Jaj, még egy dolgot mindenképpen el szeretem volna mondani, mert tegnap meg is volt délután egy nagyon kellemes kis sportos programom, és azt kell mondanom, hogy láttam a stadionok alternatíváját, úgy hívják, hogy Bregyó Közi Atlétikai Centrum. Ez egy csodálatos hely, kint voltam tegnap, fantasztikus, van egy 400-as rendes futókör, van egy 600-as szintén rekordtámból készült futókör a stadion körül, van ilyen kültéri kondipark, az egész gyakorlatilag egy paradicsom, a sportolásra vágyok paradicsom. A Bregyó Közében van? Az bizony, Bregyó Közi Atlétikai Centrum, így hívják, elképesztő jó hely, minden városban ilyet most. És ez a rekordtán, amiről így elpattansz, amiről így jó futni? Igen. Azaz?
Igen, igen. Ami van a Margit sziget körül is. Annyira gyors a pálya, hogy az elképesztő. Sprinteltél, mint egy alokakú? Nem kellett. Nem? Nem kellett. Egyszer löktem el csak magam, aztán egy órán keresztül pattogtam körbe. Nem tudtál. Nem zseniális tudtál hely. Tényleg ilyen. Büszkék lehettek rá. Megmutatjuk akkor, mi történt velünk tegnap. Jó? Készüljön mindenki, aztán pedig jövünk a játékkal. Jó? Egy pici ismétlés, hírek, és jövünk a játékkal utána. Ez itt a Morning Show. Morning Show. 10 perc pontosan. Köszi az ásványvizet. 7 óra. Most mindenkinek oda nyalsz egyet? Nem baj. Mindenkinek, mindenkinek, akitől te is kapod a fizetést? Ja, ez igaz. Miért a Mizsétől? Picit áttételesen. A Mizse? Hát akkor elmegy egy vasárnapi Mizsére. De Lajos Mizsére, akkor miért nem megyünk el? Lajos Mizsére kellett volna menni. Tényleg, egy jó kitelepülés Lajos Mizsén. De bírtam volna a hanyat vágót is. Annyira örülök neki, hogy kicseréltett tegnap a széket. Egyébként nem cseréltem ki, csak benyaltad. A magas támlás az mindig a tiéd volt, nem az az enyém. Én nem nyúltam a széket ezt tegnap. Csak hűültem, hogy kicseréltem. Nem nyúltam annyira hozzá. Annyira tipikusan te lennél. Gyorsan nem. Húzzátok át a másik oldalra, ebben nem lehet ülni. De mi a baj a székeddel? Vagy mi a baj? Hát láttad. Igen, tehát nem rendeltetésszerűen, én azt gondolom, hogy hanyat esek rajta akárhányszor belülök. Nem tűnt föl, hogy korábban volt itt, mint te? Soha nem jött még elő. Igen. Na megnézzük, ki a hét második játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Hello, jó reggelt! Sziasztok! Szia! Jó reggelt. Szia! Hogy hívna? Gabi vagyok. Mi van? Na, mi jó. A baj? Semmilyen, jó, nem semmilyen. Csinálom többet, ja. Nem csinálom többet, nem csinálom többet. Elegem van. Nem csinálni elegem. Nem most fogatolom. Gabi, azt mondtad Gabi? Gabi. Igen. Gabi, jó, megpróbáltalak fölírni, de nem tudlak fölírni, mert nem működik. Én megjegyzem, hogy csak Gabi. Legközelebb hozzá tollad, Gabi, jó? Kösz, Gabi, mivel foglalkozol? Kormánytisztviselő vagyok. Jó napot kívánok, kedves Gabriel. Kezicsókolom. Kriszta kormány. Ja, bocsánat, Gabi. És most mész be a kormányba? Most megyek be a kormányba, előtte a gyermekeimet szeretném elvinni iskolába, mert miattuk vagyok itt. Ó, úgyhogy... És hol vannak a kis pulyák? Itt vigyorognak. Ó, hát én most egy két három évesek gondoltam, de hát itt már kamaszok. Komoly. Miattuk vagyok itt. Úgy néznek ki, igen, de még annyira nem. Hány évesek? A lányom az 13, a kisfiam pedig 11. 13-11. Mm-hmm. Miért hangsúlyoztad ki azt, hogy miattuk vagy itt? Mert te ilyen bőlére eresztett bulvár szemetet nem hallgatsz, mint mi vagy? Nem, minden reggel titeket hallgatlak, de a kisfiam szeretett volna titeket megnézni, és azért jöttünk ki. De hogy nem ő játszik? Mondtad, hagyd csak, mama intézi. Aha, én elintézem ezt a mama behúzza. Mama behúzza. Majd te kormánytisztviselő leszel akkor, pattogjáj. Tudod, én el tudom intézni az a játékcsomagot, még ez a duma. Mert ő még izgulósabb, mint én. Izgulósabb. Gabi, kivel játszanám? Hát... A Ferivel? A kilencszer. Na, jaj, de jó! Hát, jó, csak jó, akkor egy mikro, valaki egy mikrofon, mert bár akkor... Bár mindenkit ilyen könnyű lenne meggyőzni bármiről a kormányba. Lemikrofonozlak én téged. Lemikrofonozok, Gabi. Persze, megoldom. Ja. A rutinnal és az évekkel és a szakma szeretetével. Ja, várj, odadom én. Mit? A mikrofonom. Hát akkor leülök. Nem parancsolj. Gabi, ez ilyen bonyolultam. Bonyolultam benne. Nagyon jó. 3-2-1-es, tessék. Gabi. Én vagyok. Gabi vagyok. Majd erről beszélünk. Itt vagyok, azt mondja, itt vagyok. Jó volt. Mit csinálsz a kormányban? Ülsz egy ablakban? Ürök, nem. Egy irodában ülök. Ott a vége, nem. Nem. Az igen már félig kim volt, de mondom még akkor. Hát el. Igen, várjál. Nincsen tapsunk. Nem baj. Majd közösség. Miért haragudnánk? Gabikám, én ez rövid volt. Én magamra, igen. Ez nem volt egy gyors. A szakmai jövőjegyzet, ugye? Izgultál. Igen. Jó, hát ilyenkor mindig nehezebb azért ezt így élőben lejátszani, még nehezebb. Én akkor is izgulok, amikor más hallgatok, amikor játszik. Akkor jó döntés volt, hogy te jöttél játszani. Ezt én otthon is, amikor hallgat. Legyőrni az idegesség. Próbáltad a gyerekeknek megmutatni. Ezt most hónapokig fogod a... Anya, ilyen ügyes. Ő az anyukátok. Ő. Nyugodtan. Tündér, egy gyönyörű tündér. Húzzátok ki magatokat. Köszönöm szépen. Jó, de azért a Gabi tudott, hogy a kitelepülés van, akkor mindig van valami, egy ajándékcsomag. Szívesen. További szép napot nektek. Puszilunk, köszönjük, ciao, szia. Jaj, hát nézd meg, tapsolnak. Hát rendesek.
Pont nem, egy... nem, csak levettem a napszemüvegem. Aha, ja, igen, ne. Persze, nem csak oda tettek egy rántott szeletet sülni. És ez a zsírsejtlegése volt a távolban. Akkor így tehát 2-0-acska? Nem, ennyi. Aha, nem, ja. Mert én tegnap eldobtam. Ja, tényleg, egy-egy. Azért legyen 2-0, nem? Ja, legyen így. Hát most mit számít? Vegyük el a pontjaikat. Jó, egy-egy. Jól van, egy-egy. Na, Ákoson a legfrissebb hírekkel újra. Ha van friss közlekedési híretek, akkor küldjetek el nekünk, hogy lássuk, mi a helyzet az utakon. Mi pedig jövünk nem sokára a hírek után. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Klassz FM Morning Show. Nagy tavaszi országjárás. 2016. Élőben Székesfehérvárról. A Piac térről. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Jöjjtök a legjobban. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Na, húzd vissza a gatyát, Bali. Vedd vissza a fölsőd. 7 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Kitelepülésen vagyunk a héten, ugye? Jelen pillanatban Székesfehérvár ott. És egyébként nem tévedtek nagyon ott a meteorológusok. Vissza vonom, amit reggel mondtam. Ugye? Igen, elmentek az esőfelhők, és szikrázó napsütés van itt az üvegstúdió felett. Itt vagyunk a szokásos helyünkön egyébként, ugye, a gyors étterem mellett, a... Piac tér. Igen, a piac tér, azt mondom, majdnem azt mondom, hogy a buszvégállomásra leszem. Ja, ott van, ne, akkor jól éreztem, én ott van a buszvégállomás, csak belőttem. Így van, pánikba estük, és oda rakták gyorsan, hogy elkezdtek keresni. vigyétek át, keresi a buszvégállomást. Jaj, Istenem. Na, szóval az idő jó, érdemes kijönni, mert hogy lehet nyerni 100 000 forintos ajándékot, ugye, ha valaki kirak bennünket. Ajándék. Így van, valaki éppen lakásfelújít, vagy szerette valakit meglepni, akkor ezt is meg lehet nyerni. Illetve ha valaki jól fejj meg a tehenünket, szegény kis tehenet, akkor ugye hát megkap egy teli hűtőszekrényt. Ott van már a csodálatos hűtőszekrény. Megtépték a tehenet. Nagyon tehén. Csak mondom, hogy egyébként nagyon tegnap pont az ellenkező irányban nézett a feje. De akkora volt tegnap a bal. Igen, nagyon kapott szegény tehén, iszonyatosan. A lányok tegnap nagyon megtépték. Azon kívül vannak egyéb ajándékaink is. Best Western Plus Lakeside Hotel. Igen, jó. Meg ja, is vagyunk. Tehát, hogy a Mit Mondóra játékunkba majd kettő fő részére kettő éjszakás kis mindenki hívják ezt? Hát hétvégével fogjuk megajándékozni a nyertes játékos. Természetesen kitalálja, hogy mit mondott Dóra. Tele vagyunk ajándékokkal, gyerekek. Egyszerűen tele vagyunk ajándékokkal. Komolyan van. Megvagy? Igen, megvagy. Megvagy az angol óra. Hát ez nekünk, a mikorosztályunknak ez nehezen megy, tudod. De nem is értem, hogy miért nem lehet neki olyan nevet adni, amit nem, hogy magyarul nem tudná. Nem, várjál, azt mondja, hogy ezt, tehát az a legjobb, a legjobb nyugati, a tóparti hotel. Legjobb nyugati tóparti hotel. A pluszos. Igen. Na nézzünk gyorsan egy-két közlekedésért. Miért nem mondjátok, hogy a Soproni határon áll a sor, rengeteg ember el fog késni a munkából. Hát ahogy elkülditek, azonnal elmondjuk. Már le vagyunk cseszve. Már reggel leszúrtak bennünket. 418. A János-Somorjai kis határátkelőnél 2 kilométeres a zsor, mindenkit ellenőriznek. Reni küldte nekünk. Köszönjük szépen. Baleset az M1-es autópálya 57-es kilométerén Budapest felé, BMW a belső szalagkorláttal ütközött, valamint mérnek a 25-ös úton Kerecsen felől Eger felé, ezt Kokó küldte nekünk. Székesfehérváron a piac téren a gyorsétterem előtt a kerékpár úton fennakadás van az üvegstúdió előtti tömeg miatt. Zsolt küldte el nekünk, köszönjük szépen. Valamint a Turul pihenőnél baleset, igen, de ezt már az előbb mondtam, ugyanaz, ez valószínű az 57-es kilométeres BMW, aki felcsapódott a szalagkorlátba. No. Bali, megkaphatom a bögrédet? Itt vagyok a második sorban, írta ezt valaki. Te írtad? Jó, nem. Azt mondja, hogy tovább. Nézzük a következőt. De legalább őszinte, most csak azért ne állj itt ízik. Persze, most érted, hát azért ki tudja, még lehet, hogy van egy csomó dolga. Persze, megkaphatod, egyébként nagyon sokan szeretnék, rámentek a bögrére, itt van, minden reggel kapok egy új bögrét, és ezt minden reggel elviszi valaki. Az ember itt áll 5 órától, és meg sem köszönik. Ír ki! Jött ez is. Martin, szólaltassuk meg Martin. Szólok Ferinek a szágoldó riporternek. Már kapott autogramkártyát. Már lelettünk cseszve. Már kapott csecsebecsét. Tehát komolyan mondom, már lelettünk cseszve. Már reggel azt mondta, nekem tegnap reggel egyébként azt mondta, hogy Szombathelyen ő fizetett volna azért, hogy én gyalog menjek a szállodáig. Ide jön trollkodni, komolyan. Persze, nekem is van a Balázs, gyere már vissza, Balázs, na tessék.
feleség ezt mondta, mekkora az arc. Te miért utálod a Janit? Én nem, nem olyan Janit utálom, úgy mindenki tetszességében. Ez jó. De korrekt vagy. Nem hülyéskedtem. Figyelj, és, nem és reggel 5 óta ittálsz tényleg? Igen, komolyan, én voltam az első. Elnézted az órát, vagy nem tanultad meg rendesen? Nem, én vidékről jövök. Édesem, akkor te busszal jöttél? Persze. És miközben ti köcsök festiek. Kicsit ez volt benne. Nem? Figyelj, csak elárulok egy nagy titkot, mert te ugye fejhal vagy fülhallgatóval állsz az üvegstúdió előtt, hogy itt szól az adás. Nem tudom, de itt jobb a sztereó. Na, gyere. Jobb a sztereó. Na, erre mit kapsz? Most megölel a Jani ünnepélyet. Erre megnézem. Erre van szükség. Mi történt? Jaj! Na, engedd el a segét. János megölelgette. Martin, ezt mondtad? Igen. Martin, és honnan jöttél? Zámojról. Zámojról, az hány kilométer innen? 15. Ja, erre arcoskodsz, mi? Erre a 15 kilométerre? 15 kilométer, hát, jól van. Azt hittem azt, van hogy... Van az 20 is, de kiszámoljam. Ki jött korábban, tessék? Ki az, aki már 5 óra előtt itt volt? Ma ott van, megszólaltad? Persze, már 4-kor. Tessék? Te mikor jött? 4-kor itt volt? Tessék? Igen, 4 órakor keltem föl. De azt nem hiszem, hogy feküdtél. Megriadtam, visülni kellett. Igen, visszafeküdtél, és utána 4-7-kor fölébettél, és lesétáltál innen a főtérről. Ki jött még messzebbről, például Csákvárról. Tényleg, ott van egy leányzó, Feri. Ott jelentkezik, igen. Ja. Honnan jött? 80 kilométer. 80 kilométer. Egyébként ez most bemondás alapján bármit elhiszünk. Nagyon. Tényleg bármit elhiszünk. Te mit mondasz? Igen, 80 először, másodszor. De ha tatabánya. Tatabánya. Az hány kilométer? Hát körülbelül 60. És igen, itt voltam 5 előtt. Sziasztok! Na! És meg se köszönti! És ha nem adtok ajándékot, akkor... Én innen jöttem a 7-ről, ott mögöttetek. De rossz a lift! És te miért jöttél le hozzánk 80 kilométerről? Ott az leányzó, aki az előbb megszólalt felé, bar, ott, ott. Mi hát a neve? Csak hol... itt kitelepülésetekre nem jutottam el, és még ez volt a legközelebb. Mi történt, hogy nem jutottál el? Hát dolgoztam, de most szabad napot vettem ki. Most ki, mit dolgozol? Varrodában dolgozom. Azt mondtad, hogy megyek a Feriékhez, ma nem igen. Jövök be. És mit mondtak? Hát elengedtek. Mondták, hogy csak de a Kecskemét kitelepülésünk az 5 évvel ezelőtt. Ezért nem jutott el? Tavaly is voltatok. Voltunk tavaly Kecskeméten? Én már nem emlékszem, annyi helyen voltunk. Az, hogy igen, nem jutottam el a kecskeméti kitelepülésetekre, mert idén kezdtelek el hallgatni. Nem, régóta hallgatótok vagyok. És mivel jöttetek? Kocsival. Ja, itt a párod, akinek édesen fogja, csak te nem akarsz beszélni. Azt mondja, hogy te nem akartad ezt az egészet. Igen. Én mindig a Petőfit hallgatom. Szerintem sokkal jobb. Bármilyen CD. Még egy kassa is jobb nálat. Igen. Na, drága székesfehérváriak, lejátsszuk az egyik játékunkat? Hát, ha így kisütött a nap, legyen meg nem így. Tud, akkor oldjuk meg az egyik játékot, nem? Az irányodból. Tessék? Várjál, itt egy szegény Feri. Ferit ma megdolgoztatjuk. Nem baj, én szívesen, csak itt a tömeg közben. Sziasztok, én fejléltem, hogyha lehet. De mi közünk a magánéletedhez? Ehhez még nem vagyok. Nagyon kell. Ez még nem vagyok elég. Mert ma van, és akkor valami kell. Ma van a szülinapod. Na jó, hát nálunk szülinaposok. Valaki dob rá egy lapot. Kinek van? Házassági évforduló, születésnap, névnap. Én a mennyasszonyomnak akarom megnyerni, mert nyáron lesz az esküvőnk, és még hűtő nincs otthon. Te gondolod azt, hogy nyáron lesz, ő még ezt nem gondolja, mehetünk tovább, oda se kell. Innen már csak egy ugrás a beteg édesanyám. Én csak szeretném megnyerni egy jelentet. Én csak agyon verlek, ha nem ennyerek. Várj, az esküvőre menjünk már vissza még egy pillanatra. Hát olyan fiatalnak nézel ki, miért akarod ezt elrontani már ilyen korán? Tényleg? Hát már nagyon régóta együtt vagyunk, már több mint 6 éve. Pláne ezért kérdezem, hogy akkor ennyi idő után, hát hogy? Mert szeretem. Mikor jöttetek, össze hány éves voltál? 16 múltam. Édesemre... Akkor előtte nem volt egy nagy próbálkozás, ugye? Ő az első? Igen, ő az első. Aha. Persze, persze. Ilyen kódolt, nem sok van már. Kódolt lett a Private, vagy minek? Mi az oka? Most hogy hívnak? Várj, bocsánat. Miklós Máté. Most akkor melyik? Légy, annyira bizonytalan vagy. Ne szívasd, annyira nem tudom én ezt követni. A Miklós Máté vagyok. Aha, Miklós, oké, okay, Máté. Igen, ja nem, igen, ja nem. Szóval, a Máté, tudod? Szóval, igen. Melyiket használ? A Mátét. Máté. Jó, oké, Miklós. Te 16 évesen megismerkedtél egy lánnyal, aha. Szerelem első látása, és így most vagy 23. 23 leszek. Aha. 20, és a lány mennyi? Ő is ugyanennyi. Ő is ugyanennyi. Hány éves volt, amikor megismerkedtetek? 16. Nyilván, hiszen olyan haj. Aha. És édesem milyen készségesen válaszolt, ugye egy fejtörő. Ő most itt van? Nincs itt, nem tud itt lenni.
dolgozik. Nem, tanul. Meg alszik. Mit tanul? Tanul és alszik. Anglisztika szakon. Mit? Anglisztika szakon Veszprémbe. Ausztria szak. Anglisztika. Az most nagyon megy az Ausztria szak, mindenki megy. És nagy esküvő lesz, Máté? Nagyot szeretnétek? 80 fős. 80 fős. Aha. Attól függ, hogy mire fussa majd a mizós játékból. És attól nem fél az ember, hogy még azért úgy még lehet, hogy ez nem azt mondom, hogy később megbánja, de hogy azért még úgy, mielőtt az ember megtalálja az igazit, ki kell próbálni egy-két menyecskét, hogy tudjuk, hogy ki az igazi. Csomó szép székesfehérvári lány van, nem? Ez így van, de én megtaláltam a legszebbet. Ó, de helyes vagy. Ott a hölgy szeretne valamit Istenem. Kommentálni mögötte. De mondod, Balázs! Ő, képzeld, ő mondja, mert ő a műsorvezető. Én annyira ne éreztem, mint mindig. Halló! A tévében láttunk, és jó műsorod van. Köszönöm szépen. Azt a kutyapályát. Ő neki adtál valamit? Nem. Igen. Mama százszor megmondta vagy... már ne gyere aki településekre. Légy szíves. Miért? Megmondom az igazságot. Dehogy is nem, persze. Örülünk. Köszönöm szépen. Köszönöm. És még a vetélkedőben is jól vagy. Jól vagyok. Jól szoktam. Jól szokott lenni. Egy kicsit fájdogálni, hasonlom, de jól vagyok. Láttad a Ferit most itt végén a műsorban? Mert volt a Feri szombaton, csak aludtál már, későn volt. Persze, de én néztem azt is, nem aludtam. Nem aludtál, jó van. Feri vendégeskedett az RTL-en egyébként. Az nem érdekelt, csak éged néztelek végig, Balázs. Ugye? Igen. Tudtam én. Mit tanácsolnál Máténak? Mit csináljon ilyen fiatalon esküdjön? Mit mondasz? Hát ha a szerelmes, vágjon bele, nem? Úgy van. Értsék meg egymást. Az egyébként nagyon-nagyon fontos. Igen. Szoktak lenni veszekedések, Máté? Valami? Nem szoktunk veszekedni. Olyan nincs. Velem nem lehet, mert papucs kiröhögöm. Tényleg? Aha. De mi a titkod? Elindul a veszekedés és... És elkezdek rajta videórokni, és akkor látja, hogy fölösleges az egész. Komolyan? Aha. És így mutogatsz rá ujjal közben. Hosszú távú kapcsolat lesz, nem mond már. És együtt is laktok már egyébként? Nem lakunk együtt, és pont azért, ahova fogunk költözni, ott még... Ne csinál. A hűtő hiányzik. Jaj, és ő laktózérzéke. De ki se próbáltat, hogy milyen minden mellett ott. Adjál már! Na most öltél meg! És laktózérzékeny is ráadásul. Hozzunk neked igazolást? Persze, és szeretném látni a glikémiás indexét, illetve a gluténérzékeny. És hogyha a főszponzorunknak egy gluténmentes termékén lennek, akkor azt mondtad volna, hogy glutén. Nem, akkor nem. Figyelj, de nem volt még hosszú távon olyan, hogy egymás mellett ébredtetek, így fogtok összeházasodni, és csak azután költöztök össze? Igen. A jelszó, állítsuk meg Mátét. Jézusom. Mátét, egy ország küzd azért, hogy állítsuk meg. Nagyon örülünk ennek, de ne csináld. De volt már valami komolyabb is, egy szájra puszi, vagy ilyesmi, vagy... A készfogások már rejtott. Miért mondod neki, miért faggatsz? Tessék? Miért faggatsz? Nem faggat óra. Aha. Na jó van. Nem tudom, ez a Balázsos vénám. Muszáj, ha hallok egy ilyen történetet, akkor erre el kell mennem. Igen. Gyerekek, egy ilyen romantikus történet mellett nem menjünk el, úgyhogy legalább nem kap egy lehetőséget játszani. Komolyan mondom, hát aki ilyen fiatal, ilyen szerelmes, összeköltözik a barátnőjével, aki laktózérzékeny. És amikor... Hogy? Tessék? És fiatal volt, akkor nősültél meg, nem? Hát én már nem voltam olyan fiatal. Aj, nem mondjad már. Csak jobban tudom, hogy mikor nősültél. Jó, akkor fiatal voltál és kész. Igen, egyébként is, gyere haza! De én nem voltam én azt, mert amikor nősültem, 2009-ben nősültem, az azt jelenti, hogy hány éve volt az János? Mi közöm hozzá? Ez a saját nyomorod. 7 éve, most vagyok 39, én 32 voltam. Az hát, jó, 32 sem az lehet? Az már jó. Öreg egy kicsit! Köszönjük szépen! Gyerekek, Máténak adjuk meg a lehetőséget. Oké, okay, csak halkan mondom, hogy ha két év múlva még netán így leszünk és járunk turnézni, és itt fog állni sírva, hogy elvált, akkor azt... Visszaveszük a hűtőt! Ja. Visszaveszük a hűtőt! Meg van beszélve, tényleg. Jó, oké. Okay. Visszaveszük a hűtőt. Jó, szeretnél fejni? Igen. Mindenképpen szeretem. Csecshez juttatjuk már. Na köszönöm, most... kettőhöz. Gyerekek, ez olyan romantikus sztori, hogy ezt ne hagyjuk. Ez már a Mónika Show-nak a legmélyebb pillanatait idézi. És így tudod, a Mónika Show-nak sose voltak ilyen jó pillanatai. Az ügyelő jelzi, hogy most csend legyen a stúdióban, mert most nagyon komoly kérdés következik. Mondani, hogy csend legyen a stúdióban. Na, elnézést, a nénit vezessék ki a teremből. Jó, köszönjük szépen. Jó, fájdalommentes legyen, csak annyit. Máté csak akkor játszhat, hogyha te vagy az egyik, aki házasodik, és van egy válófélben lévőnk, akkor a másik oldal. Nézd meg, és mutatja, hogy ő. Hívjon ki egy lány, nem? Ha játszon egy lány. Ja, nézzük meg, hogy ki az, aki akinek jobb a kézügyessége. Ne, az veszélyes. Mi, hogyha a tehén fölött így összekapcsolódik a tekintetük, és rájön Máté, hogy igazából nem az az igazi, akit el akar? Soha nem is nézel másra, és senki, és csak ő.
Ezt nem mondom, hogy nem nézek. Jaj, de bekérdeztem. Úristen, most borul a dolog. Azért őszinte vagyok, nem. Persze. Én őt szeretem. Attól még való megnézek bárkinek az arcát, de nem fogom el... Nem. De a nyokánál lejjebb egy csettítsem. De nem bámulok meg senkit. Persze, egyszer megnézted az Ádám csutkáját, és megkorbácsoltad magad utána. Attól, mert még diétázik, az étlapot megnézheti. Köszönjük szépen. Szerintem azért néha lehet rendelni is az előételek között. Na, lányok, aki játszana egy fejős játékot, tegye föl a kezdet gyorsan. Itt van egy szőke hölgy, itt a sállal a nyakába, Ferencem. Gyere, Máté, jó létszes, menjünk akkor a melyek felé. Te vagy az? Igen. Már nem úgy, igen. Hogy hívnak? Hello. Éva, sziasztok. Hello, Éva. Saját gyermek ott melletted? Nem, még nincsen. Nem? Ott látok egy pici apró kis gyermeket. Akarsz egyet? Persze. Jó. Éva. Máté? Éva, nem a Mátétól. Éva, te hány éves vagy, mivel foglalkozol? Hát lehet, hogy nem látszik, de 33, és katonatiszt vagyok. Jézusom, és erőt, egészséget, vagy mi a... Női katonatiszt. Mi a feladatod? Mit kell csinálni? Logisztika azon belül. Meg a honvédségre ráfér, mert ott azért van egy-két fura agyú, nem? Meg kell logisztikázni azért. Van baj nálatok itt? Erről nem nyilatkozom. Logisztika? De mit? Ki hova? Élelmezés azon belül. Hát de nincs háború, mit kell élelmezni? Hát mennek a... Mindenki ezt mondja, aki nem ért hozzá. Hát mennek a többiek után a kantinba, nem? Amikor ebédidő van, mennek plusz a többiek nincs után. Üzemanyag, amivel menjen az autó, mert ezt ellopják állítólag a sereg. Na jó, van. Ilyet nem hallottam. A kompromitáló kérdéseket, hogy lehet jól megoldani. De már gyerekkorodban tudtad, hogy te egyébként katonáskodni szeretnél? Hát olyan... Vagy erre sodort az élet? 10-12 éves korom óta, igen. 10-12 éves. De kevés a csaj azért, ott több a pasi, nem? Nem. Fehérvárra nem jellemző. Inkább csajok vannak? Pont ezt akartak, hogy Lerbin, hogy erőt, egészséget, százados úr! Hogy ezt lehet, hogy ilyen rangot van. Százados. Hopp! Százados asszony! Százados asszony! Százezredes! Tényleg, hogy mondják most? De nem rang, hanem rendfokozat. Rendfokozat, és hölgynek mondják. Százados asszony. Százados asszony. És van férjed? Párom van, de nem férjem. És így hívnak téged a munkáját, hogy százados asszony, egész igen, nap ezt meg... pontosan így. Hogy százados asszony. Aha, és ki otthon a rajparancsnok? Hát én azt hát gondolom, én. Azt gondolom, hogy itt nagyon nincsen. Na jól van, fogjuk meg akkor Mátét, akkor csináljuk meg ezt a kis fejős játékot egy százados asszonnyal és egy romantikus pasival, fiúval, aki aranyos a 23 évesen. Mennyire nagy ízülni akar. De szemét vagy. Arra. Igen, bocsánat. Nem naív, János, hát szerelmes, hát ezzel nincs baj. Csak mondom egyébként a kollégáknak, hogy a mesterséges napokat itt elő ki lehet már kapcsolni, mert megvakulunk. Az miért van? Megvilágítjuk a tömeget? Igen, de hogy hajnalban lássuk, hogy milyen szépek vagy. Mit tetszett segíteni a százados asszonynak? Csokolom. Jaj, jó napot kívánok. Mit sugott neki? Mondom, hogy térdepeljen le. Ajajajajajaj, de drága. Maga tud fejni? Nem. Ja, értem. Csak egy kis segítség. Így volt. Tegnap is te térdepeltem. Azt honnan tudja, hogy mi volt te? A rádió. Ja. Tetszett hallgatni bennünket? Szombat, jó hangulatú kis kitelepülés volt. Igen, ott a lányok csaptak össze. Na, jól van. Hol van a mi Máténk? Itt van Máté. Itt van Máté, a kis hőszerelmesünk. Megadom a lehetőséget. A százados asszonynak. Igen. Hogy fejjen egy kicsit. Egy keresztnevet mondasz még egyszer? Éva. Éva, köszönjük szépen. Viccának is. Vica. Vica százados. Mégiscsak barátságosabb, mint a százados asszony. Jól van, oké, Vica. Na, a feladat nagyon egyszerű. Hát fejned kell. És itt van ez a hűtőszekrény, ez ugye a főnyeremény, amit teletettünk mindenféle laktózmentes termékkel. Aki egy adott idő alatt többet fej, az viszi haza a hűtőszekrény. Tele mindenféle mizós ajándékokkal. Jó? Nagyon egyszerű a feladat. Több felhagyja a fejési technika van, ezt már láttuk tegnap. Ugye azért ezt többféleképpen lehet csinálni, lehet tépni, húzni, kicsiket húzni, nagyokat húzni. Egyik kéz, másik kéz, mindkét kéz egyszerre. Igen, csinálhatod, ahogy szeretnéd. Jó? Rendben. Mehetünk? Na, akkor vedd fel a megfelelő... Térdelő rajtot. Megfelelő pozíciót. Na. Egyébként teljesen életű, egyébként minden van igen. Rajta. Azt hiszem, hogy még az ánusza is megvan. Bizonyám. Tegnap, amikor Feri körbesétálta, megnyalta a száját. Igen, a tehén is, ugye? Hátra pacsintott a tehén is. Én is. Kis gazdám. Micsoda faros, bönyös menyecske. Na, feltöltöttük tejjel? Feltöltöttük tejjel. Van benne elég laktózmentes tej, a mizót. Na jó, ne. Ennyire ereskedjél. Jó van, indítjuk az órát. 3-2-1 és tessék. A végén pedig mérlegelünk. A hangja jó, nem tudom most mi történik, mert a másik oldalon állok, de a hangja az egyébként egészen jó. Így van. Letetszik, ha Júli művész úr, akkor látja, azt szoktuk mondani. Mondjad, Márti. Balázs. Tessék?
pont úgy. Egyébként igen, fura. Én az egyik oldalról rátámaszkodtam. Én az egyik oldalról rátámaszkodtam a tehére, a másik oldalról meg Vica éppen nagyon... Facebookra. Vica éppen nagyon dolgozik. Viccelsz, amikor azt mondod, hogy három lábad van. Hogy állunk időben? Fél perc, nyomja, nyomja, százados asszony! Százados asszony, ki tesz magáért szerintem? Így van, nem nagyon jó. Vágy stílus, most két ke egyik jobbra, a másik balra. Sok van benne. Annak idején nálunk nagy tartsán pont így szedték le a készeléti autóból a benzint. Na most le nem mosjuk magunkra, hogy bántjuk a honvédséget. 8, 7, még egy van benne. 6, 9, 4, 2, itt a vége. Nagyon jó. Itt a vége. Oké. Okay. Mennyire fáj a kezed? Melós egyébként. Nem vagyok hozzászokva. A fizikai munkához. Ilyen ez a katonaság. Na jó. Igen. Most, hogy ide jöttél, megaláztatni magad. Igen. Hát nyilván egész más. Mondja, hogy nézzük. Na nézzük mennyi. Tegnap azt hiszem egy liter volt az, ami volt, a rekord volt. Ugye egy rekordot fejtek a lányok egy literrel. Nem rossz. Nem rossz ez. A rutin és az évek. Tényis asszony, mondja már meg mennyi. Mennyi 8 deci. 8 deci, de szeretlek. Imádom. 8 asszony, 8 deci. Milyen jó fejek a bizonyoshoz tesz lány. 8 deci. Jól van, oké vicce, 8 deci. Választó? Picit igen, de majd hozzászokom. Gyerekek, jöjjön a hőszerelmes. A romantikus. Istenem. Ez a fiú, aki meglátott egy lány 16 évesen, beleszeretett, és még nulla együttélésen most szeretné elvenni. Hogy hívják a kedvesedet? Balla Beáta. Beáta. Balla Bea. Most egy kiáltás az elején, hogy Bea, ezt értett ezzel! Most arra gondolja, hogy letérdesz, rólad is lesz egy olyan fotó a Balázzsal és a tehén. Igen, amen. Mert a versenyzők ugye az egyik, a tehén egyik oldalán térdelnek, én viszont távaszkodom a tehénen a másik oldalon. És ez a versenyzők háta mögül egészen érdekes képet fest. Igen. Jól van. Oké, na, hát akkor... Ne felejtsd el, hogy amikor legközelebb ilyen pozícióban leszel a kettesben a feleséged, az lesz az igazi elfogadás. Na, a hajuk a csata kiállt. Bocsánat. Beáért? Beáért fejsz? Beáért! Fú, meggyőző volt. Édesem. Beáért! Így fogod meg kimondani az igen. Beáért, igen. Oké, 3-2-1, tessék. Elindítottuk az órát. Nagyon köll a hűtő. Így dolgozik egy hőszerelme. Levereti róla az ománcot. A műtejének már keresztbe áll a szeme apám. Füstöl a kőügye, füstöl a kőügye. Adjál neki! Vigyázz, mellé megy! Gyerekek, Máté két kézzel. Leszakítottad a csecsét. Na, ha ez a tehén, óvatosan. Ha ez a tehén élő lenne, már felsírt volna, hogy engedjék el. Itt nincs kegyelem. Ember, ezt vinnénk tovább is. Kiváló. Csak mondom, Máté, hogy már alattad is csurog valami. Jézus úr, ennyi, azt mondja, hogy bocsánat, 36 másodperc. Gyerünk, húzzál bele! Sok kicsi jön belőle, ez nagyobbakat így kell. Így van, ne felejtsd el egy hűtőatét, 50 liter tejjel, és no frost. Miért kezdett te? Itt van egy tején, és mindenki elkezdett így beszélni. Hey, tiri! Hát, nem lesz ebből. Nem lesz ebből. Gyerünk, még 3, 2, 1. És itt a vége. Jó, még azt kifacsartad, megengedtük. Be hallgatja a rádiót, mondja, nem nyugodt. Hallgatja most figyeljetek. A pár? Figyeljetek, nem, azt szerintem nem. Alszik? Hát, nem akarom elkapkodni. Nem tűnik túl soknak ez a mennyiség. Viszont olyan lendületet csinált, hogy ez már vaj. Igen. Ajjajjajj. Ajjajjajjajjajjajjajj. Tésasszony, kérdezzük a mennyiségről. Mennyi? 7 és fél! Ajajajajajajajajaj, 7 és fél. Igen, tényleg, éppen, hogy nem nyalja meg. 7 és fél. Igen, egy kicsit kevesebb, mint az előző versenyző. Egy kicsit kevesebb. Tessék? Ajajajajajaj. Félperces döntő. Nem, ennyi nincs benne azért. Szétlövés. Mátékám, hát ez a hűtőszekrény, ez még várat magára egy kicsit. Jó, de... Tényleg. Tessék? Nász ajándék? Hát most... Na most mit? Akkor mondj valamit, mit csináljunk? Nincs még egy ilyen. Nem akarok ebbe több szponzort belekeverni. Gyerekek, ez egy exakt dolog. 8-8, 7 és fél, 7 és fél. Sajnáljuk. Így van. Boldogság a tiéd lesz. Ez így van. Fél deci múlott. Egy pár év múlott is fogod majd ezt mondani, amikor hajnal két. Fél deci volt. Beajérd már meg. Fél deci. Nagyon sajnáljuk. Valami kis igazdíjat mindenképpen kapni fogsz, és nagyon szépen köszönjük, hogy játszottál. Egy ajándékcsomag már érkezik is neked. Jó? Százados asszony.
Köszönöm szépen. Ezek szerint én nyertem. Ennyi. Hát ez így van. Ezt így kell csinálni. Tudnak a lányok fejni. Tudnak a lányok fejni. Van egy teli hűtőszekrényed, gondolom elfér, lesz helye, egy vadonati hűtőszekrények, mindenki örül, és teletesszük mindenféle finomsággal. Csodás volt. Hát köszönöm szépen. Lehetőséget. Így van, nagyon ügyesek voltatok. Asszonynak gratulálunk. Csodásan fej és veri a vigyázt. Jaj, de rendes vagy, Máté. Mátékám, és egy utolsó mondat, csak mikor lesz az esküvő, mikor a terve? Van már fix időpont? Tessék? Augusztus 6. Jó, akkor gyújtunk meg egy gyertyát. Kitűztétek már a napot is? Már minden megvan hozzá. És fogadjunk, hogy ez valami, tehát valami olyan nap, ami fontos, vagy a megismerkedésetek napja, vagy bármilyen. Miért augusztus 6? Mert nyáron akartuk, és tudtuk, hogy nem a hónap végén, vagy közepén, hanem augusztus elé volt a cél. Mi akkor még több a cash, mi a rokonok, mert tudnak adni a mennyasszony táncra. A mennyasszony táncra, akkor még jobban. Nem, egyébként nem, mert az még pont fizetés előtt van, szóval nem annyira. Ott még nem. Romantikok sokokból? Nem, a fűtésszámla miatt. És lesz tényleg mennyasszony tánc, mennyasszony szöktetés, minden? Igen? Mert azt lesz az is, meg mindenféle más is. Na, hát mi nagyon sok boldogságot kívánunk nektek. Van ilyen, hogy az ember elsőre megtalálja az igazit. Ki tudja, lehet, hogy ti vagytok. Úgyhogy sok boldogságot nektek, örülünk. Egy liter tejet azért viszel anyának, a laktóz meg. Nem anyának, de a mennyasszonynak szívesen. Ja, jó, kiveszünk egy liter tejet, tessék. Hadd a reggeli kávéhoz legyen már. Na, Szegeden már csak 49 liter tejet megnyerni. Elvetted a szegediektől. Köszönjük szépen nektek, ügyesek voltatok. Köszönjük szépen. Gratulálunk még egyszer. Nagyon drágák vagytok. Visszaverekedjük magunkat a stúdióban. Szegény Máté. Elfáradtál. Hát ez kemény meló. Kicsit elfáradtál. Ma mindenki oszt minket. Mindenkitől kapok, de miből láttad, vagy hogy? Nem, csak most értünk ide, aztán mondom, leütetek, mint az iszap. Mi? Őt szerintem vigyük mindenhova. Jó, figyeljetek, tudjátok, én megtalálom mindig a helyi arcokat, mert nekem ehhez kiváló érzékem van. Egy jó menedzser így spanol, leültetek, mint az iszap. Mi van veletek? Nem mutattam még be az ügynököm. Szemdöztem magam. Mindenhova őt viszem. Tegnap korábban lejöttél, és mindenkivel lebótoltatta oda, hogy az fél nyolcra. De legyen, tudjátok, hogy megtalálom a karaktereket. Te negyed kilencre. Leültetek, mint az iszap. Ne jobba. Nagyon szeretem. Fél nyolc múlt pontosan 3 perccel. Ákos elmondja a legfrissebb híreket, ha van közlekedésetek, küldjetek. Ne akartok, szúrjatok le bennünket SMS-be, hogy miért nem olvastuk be, hány órája álltok itt. Jövünk Ákos hírei után. Morning Show, nagy tavaszi országjárás 2016. Nagy állomású. Piactér 1. Ahogy már 7 éve, minden tavasszal idén is útra keltünk. Elindult a Klassz FM Morning Show nagy tavaszi országjárás 2016. Tarts velünk mind az 5 állomáson, burkold be a nyereményeket, és mi tejben vajban filöztünk. Szeged! Aztán pedig Szeged! Aztán pedig Szeged! Aztán és pénteken pedig Kazincz-Barcika! Ez itt a Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 7 óra után vagyunk, pontosan 48 perccel. Hello mindenkinek! Drága székesfehérváriak, itt vagyunk, megtaláltuk benneteket, megtaláltuk bennünket azon a helyen, ahol mindig vagyunk. Piacér így van, Székesfehérvár ott a gyorsétterem mellett, egyébként szemben a buszmegállóval. És mondjuk a holnapi helyszínt is, nagyon régen voltunk ott, nagyon régen, sok-sok évvel ezelőtt szerintem utoljára, ezért is örülünk, hogy megyünk. Ugye holnap Szeged jön, és a Dugonics tér, ha jól emlékszem. Igen. Ugye? De jó, igen. Én azt mondom, hogy jó. Nem tudsz hibázni. Hé, persze. Ha meg hibáztál, kimagyarázunk meg. Persze, majd reggelben mondjuk, hogy mindegy, elnézést kérünk. Kárász utca. Feri vagy én majd magunkra vállaljuk. Mi voltunk. Több száz embertől, aki rossz téren vállalkozik, de hát ennyi a helyzet, hogy rosszul mondtam. Nem, holnap Szeged. Szeged a helyszínünk, és reméljük, hogy ott is jó idő lesz. Gyorsan egy-két közlekedési hír, ami talán fontos lehet. Pesten a Nagyszőlősi és a Karolina kereszteződésnél koccanásos baleset, nagy a dugó. Zsolek üzente nekünk, mérnek a 67-es úton Somogybabot belterületén egy Fiat Polskiból. Nem lehet. Mindenek az alja. Ezt írjátok már meg, hogy ez tényleg így van-e. 67-es út Somogybabot belterülete. Tényleg látjátok mondjuk el Fiat Polskit? Mondjuk Zsirány kis Polski. Azt szerintem nagyon számtelen. De gondold el, ott azt reggel kitalálták. Fötyös, miből mérjünk? Mi az álcázó autóban? Lebukott a Lada Niva. Most mi költözünk? Transformersnek? Ne. Ott van a Józsi kispolákja. Fogjátok meg a kispolákot, menjetek ki, álljatok az út mellé, azt nagyon jó. Szerintem arról van épít szó, hogy az ORFK-nak már nincsen egy gépparkja ahhoz a mennyiségű trafihoz, amit berendeltek, meg megvásároltak. Tehát több a trafi, mint az autó. Tegnap az M7-es autópályán a bokor mellé ki volt téve maga a fej, a trafi fej, és direkt bementem a benzinkútra, és nem volt a másik végén autó, hanem le volt téve a rögzítő a földre, és ott posztolt az ezred
kedves úr, vagy nem tudom. És akkor az így működik. Az működik, csak kivitték, letette, és nyilván ment a dolog. Jó, átszázás. De a kispolc kezére az már elég szemtelen. Az, nem? Tehát, és ott hova teszed a kispolc kezére? Te kilássál. A hátsó ablakon nem látsz ki, ez csak előre mér valószínű, vagy a szembe jövő forgalmat, attól függ, hogy hogy áll be a kispolc kezére, azért az nagyon szemtelen. Az átszázás nagy mester. Hát a következő mi lesz majd? Anya, te ide állsz ebbe a hálós kis minibe, amiből beléd szerettem, pörgeted a ridikült, úgy csinálsz, mint a melóznát. Jó? Nem fog fel, senkinek nem fog feltűnni a trafie. Anyád, na, vagy belerakják egy élő állatba. Itt van öt rúgókert csinálón. Csak rúzsat kell kicsit jobban az állat, mert tudod, hogy azt szeretem. Tudod, nyomjon az a szervis csücsörítő szám. De tényleg, mikor kiraknak egy tehenet, és belerakják a tehénbe, nem? De a kis polcki az már a, az, már a, az a legaljasabb. Egyébként mindenképpen meg kell köszönünk, egy picit visszakanyarodva a székesfehérvári helyszínünkre. Egyrészt a gyönyörű szép időt, így nem tudok, nem, igen, nem tudjuk, így van, nem így tudjuk, van. Hogy ki imádkozott, de jó irányba imádkozott. Köszönjük szépen a frissen pörgetett mézet is, nagyon azt mondja, hogy Tóth Árpádnak, és nagyon szépen köszönjük a főtéri cukrászdának ezt a zseniális mákos guba tortát, amit gyakorlatilag két pofára zabál mindenki, ami ott megérkezett. Tényleg finom, megkóstoltam. Abszolút. Nem, nem vagyok egy nagy... nagy na nagy, most nagy... lett hiteles. Nem, az a te szádból lenne hiteles. Én nem vagyok egy tényleg nagy... nagyon fincsi. Nagyon-nagyon fincsi, nagyon kedvesek vagytok, és nagyon szépen köszönjük a szép számban összegyűlő közönségnek is. Akarsz még valakinek köszönetet mondani, vagy csináljuk? Sziasztok, bizósok! Szülje! Megbolondult. Na játszunk a kérdés, mit mond óra? Visszafelé beszélünk. Nézhebb élet a szív. Hoznál járat? Élet a szívronom? Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. De vacsigyellán, mime? Aki válaszol... Aki? Laura, hello Laura, veled az ja. Előbb beszéltünk, ugye? Igen. Varrónőként dolgozol, és 80 kilométert utaztál. Igen, igen. Minden a fejem. Hapsidat nem merte fölhozni, mi? Hát, de beverne jönni. Nem akarom. Nem, ő félős. Félős. Óriási figura. Ennyit szokott dumálni mindig? Hát, nem egy bőbeszédű. Nagy bulik vannak este. Ti már együtt éltek? Hát igen, a szüleimnél. Uh-huh. Azt hiszem, igen, de a szüleim nem tudják. Igen. A páskamrába rejtegetem. Apám néha bejön a kasszáért, akkor mondom neki, lapulj. Van, ne a fenőkön mögé bújj. Na, szokott menni, mit mond óra? Hát nem mindegyik, de azért... Nem mindegy. Jó, raktunk rád egy fülest, csak hogy jobban halld, és akkor mondom még, hogy miből tudsz választani. Jó? Azt mondja, hogy tegnap mi volt? Egy feladvány. Kösz. Fogalmam nincs. Hétfő. Állat volt tegnap? Ja, denevér. Akkor mondom, mi van. Van egy városunk, egy híres emberünk, egy szólásmondásunk, és egy tárgyunk, csak úgy, mint mindig. Legyen a tárgy. Hát az nagyon könnyű. A tárgy az nagyon könnyű. Mehet? Igen. Indítjuk az órát, figyelj. Ópmoros. 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 Mutatom még egyszer, figyelj. Ópmoros. Mi lehet ez visszafelé? Sorompó. Oh! Pont akartam szólni a többieknek, hogy nem hallja a kiabálást, a füles van rajta. Mindenki elkezdett üvöltözni, igen. Már amikor ilyen külön ajándékunk van, mint két főrész két éjszaka a székesfehérvári olyan szellemi beszélésnél, hogy a legvászájt hordában, hogy vizsgálja, lalala, akkor azért veszélyes, hogy a bekiabálnak, mert érted? Tehát akkor három neki akarod adni, vagy mi? Igen, nem, az lesz, hogy földszinti szobát kérjétek, hogy be tud majd engedni a harmadik, negyedik ember is éjszakára. Igen, köszönöm a segítséget. Mert hogy gyertetek egy wellness hétvégén. Nagyon szépen köszönjük. Az Accent Hotels jó voltából. Bizonyám, dzsakuzizás, pezsgőfürdőzés. Nagyon szuper. Éjszakai fürdő. Két viszel magaddal? Hát a páromat. Imádtam azt, mondom, anyámat. Anyukéjra. Meg egy hűtőtáskát a svéd asztalhoz. Köszönjük, küldjük neked, jó? Illetve egy ajándékcsomagot is fogadj el tőlünk. Köszönjük szépen. Maradsz még, vagy mész? Persze, itt leszünk 10-ig. Tényleg? Igen. Akkor teljes szabad nap egész napra? Igen. Csak miattatok. Milyen jó fej a főnök, nem? Igen, nagyon jó fej. Ezúton is köszönöm neki. Csak a Szabit kell kivenni, vagy elenged? Tehát mondja, hogy menj el, és nem is kell. Hát Szabit, egy nap Szabit. Lebeszéltük, igen. Megérünk egy nap Szabit? Igen, aha. Még többet is akár. Csak ne, hogy ott legyen majd holnap az összes cuccod egy papírdobozban. Hát remélem nem. Hallottunk már ilyet, de csak nem. Nem, jó arca főnök. Puszi, köszönjük a játékot. Ciao. Hello. Szia. Hello.
Na jól van. Meg vagyunk. Meg. Csak ja, szóljuk az ajándékokat. Van egy nagyon kellemes, nagyon kedves üzenetem, elsősorban a te részedre. Gondolom, ugye már megszoktuk, hogy reggeltől gyakorlatilag 6 óra óta már osztanak minket a Székesfehér rádiók. Mi ezt nagyon élvezzük, nagyon szeretjük. Oda jött hozzám egy fiatal ember itt az előbb a kis kordonunk mellett, és jelezte neked, hogy ha legközelebb személyesen találkoztuk, biztos, hogy kapsz egy állást, mert amióta a Fiat multiplázol, annyira felment a kocsinak az ára. Akkor örülj neki, ha fölment az ára. Annyi... Hát akkor neked van egy drága autó. Igen, Balázs előzetette multiplázott az elmúlt 5-6 De miért nem örülnek, neki fejének van igaz? Hát akkor de nem eladni akart, hanem venni. Hát de minek? Már van egy. Hát de van már egy autód. Csak egy mondatra szólaljon már meg, mert most már kíváncsi vagyok. Én mindig Fiat multiplázom. Igen, de és ezzel úgy felverted az árát az autódnak, hogy egyszerűen nem tudták megfizetni. Most van, vagy szeretnél? Hello. Várjál, Feri mindjárt elkap. Ciao. Most van multiplád, vagy nincs? Sziasztok, hál' Istennek van, sikerült egyet vennem. No. Balázsnak köszönhető egy kicsit nyomott áron, de nagyon megemelkedett az ára. Kegyetlen. De mi az, hogy megemelkedett az árat? Hogy érted? Tehát, hát ez azt jelenti, hogy mondjuk egy 2001-es, eddig mit tudom én, volt ilyen 5-600, most 700. Zseniális. Mert te elmondtad adásban többször, hogy nem érted azt az autót, de hogy ültél benne, és hogy mennyire jó. Mi, hogy kétszer elmondtam, hogy Fiat Multipla, és fölment? Többször mondtad el, hál' Istennek neked köszönhetően, hogy ezzel taxizol jobbra-balra. De nem egy jó autó, nem szereted, meg nem tetszik, mert csúnya, de viszont attól függetlenül az ára meg úgy megemelkedett, mint a hajdalmunk. És figyelj, amikor elmehetetek a kereskedőhez, volt mellé állított egy ilyen papíratra Balázsból, hogy Balázs ajánlásával. És milyen színű a csodajárgány? Hát egy ezüst színű. Nem tudsz vele ide gurulni, hogy menjen ez a férfi vele egy kört? Vittek engem annyit taxival már multiplával. Őszinte, igen, ezt akartam mondani, hogy nem adnám oda neki. Hát de jó vagy! Ezt! Jó, de hogyha arról van szó, akkor ide állok a Mekihez hárda, aztán... Nem kell, maradj nyugodtan, de most van egy drágább autót, gondolj arra, hogy kicsit drágában vetted, de még kétszer elmondjuk, igen, hogy multipla, és még igen, drágább főleg. Igen, főleg az volt a szerencsés, hogy mondtuk a srácnak, akitől vettük, hogy igaz, hogy a Balázs föl turbozta az árát, de azért még nyomott áron szeretném megvenni, és sikerült is. Úgyhogy végül is olcsóba jutottam hozzá, de ennek ellenére most már fölment az ára, úgyhogy a Balázsnak köszönhetően van egy majdnem milliót érő autó. Ennyi. Nagyon jó, ennyi. És akkor 8 órától lesz az a rovatunk, hogy ki miért akarja még megverni a Balázst, jó? Tehát gyertek, 8 óra után lehet jelenteni. Igen, hogy tetszett az egy GLX, nem BLX, Balázs. Sonkával és szalonna. Sonkával és szalonna, azaz. Ki volt hozzá szóló? Lemaradtam. Jaj, a barátod. Jaj, Sonkával és szalonna. Régi reflexek mindig beindulnak egy ilyen fél mondattól. 3 perc múlva pontosan 8 óra van, friss közlekedési híretek küldjetek, mi pedig jövünk a hírek után. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Klassz FM morning show, nagy tavaszi országjárás. 2016. Élőben Székesfehérvárról, a Piac térről. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Jöjjtök a legjobban. Ez itt a morning show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 8 óra után, pontosan 11 perccel szikrázó napsütés, legalábbis itt Székesfehérváron. Hello Székesfehérvár, jó reggelt kívánunk mindenkinek! Hello! Kapjuk a híreket! Te jó Isten, milyen húzat lett? Mi van veletek? Későn érkezett a kármester. Ne, kármester nélkül nem megy. Igen, mondjuk igaz, megcsúszott a kármester, futott egy kicsit. Sihettem, csak vékony a futópálya itt a stúdió körül. Feri, mikor hallott, hogy vége a dalnak, gyorsan, pánikszerűen kirongyolt a stúdióban. Átadjuk a Janinak, hogy üdvözölni tetszik. Mi nem mondunk olyat, hogy csákó-mákó. Igazoltattak, csak egyetek. Ja, de bocs, Jani, ne fuss, mindegy. Figyelj, most, amíg nincs itt a Jani, elmondom, hogy megint kezdődik ez az évfájőrület, és hallottam most a hírekben, én felkötöm magam, ha ez egy az kicsi. Ő tudtára jut. Komolyan most még remélem nem hallottad, az Ákos megint elkezdte, jön az újabb évfája. Hát de most volt. Tehát múlt héten adtuk át a Kocsányos, vagy mi volt az a... De hogy lassan újra. Bátaszéki akárminek, és most megint? Újra. Igen, úgyhogy aki elmeri neki mondani, az fogadjunk, biztos, hogy... srácok, véd és dac szövetséget, senki nem szól a Janinak az évfa. Hát te szemét van. Mondja a srácok, másod is arra már szóltam neki. Már megvagyunk. Gyerekek, ne tegyétek ezt velünk, éveken keresztül, hónapokon keresztül megint egy rohadmányos tölgyről fog beszélgetni, órákat egyébként. És váratlan szerűen egyszer csak érted, így bármikor, bármiről beszélsz, a Jani berobban, és így fáj a választ. Mi van?
Nem volt a dolognak a végig kicsengés olyan, hogy nagyon folytassam én ezt a sztorit, de... Nem azért, hanem hogy újra van. Te tudtad? Újra. Azt, igen. Most tudta. Hallottam a hírekből. Pont erről beszélek én is, hogy remélem nem hallottad a híreket, hogy újraindul a szavazás. Még egy kampányolásban nem kezdek bele. Mondtam, nem érdemlik meg. Ha most előjössz megint 3-4 éven keresztül egy bolyhos tölgyel, akkor biztos, hogy felmondod. Nem. Miután megnyerték ugye ezt a megtisztelő címet, utána ez a, amúgy is picit egy oldalú kapcsolat meg is szűnt. Megszűnt a tölgyel. Értem, hogy mire gondolsz, persze. Gyorsan egy két SMS, mit írnak a hallgatóink? Nézzük, nagyon helyes kis hozzászólások vannak. Azt mondja, hogy súly előtt leszaladtunk, megnézni titeket a három gyerkőcömmel. Azt mondták, tök jó volt, csak nem gondolták volna, hogy a Feri ilyen öreg. A szakál öregíti. Ezerszer mondtam már neki, egyébként egyszer sem. De most nagyon komolyan mondom, hogy a Ferit állandóan mindig valaki nyüstöli ezért, de a fülem hallattál is, látom egyébként kommentek formájában és SMS formájában is, valaki a webmailünkre is e-mailben megírja. Te ahogy megvéded a Ferit. Gyerekek, vágos le, mert nem áll neki jól. Kicsit Bin Ladenes a szakállal. Tata, papa. De és nekem már nem kell jól álljon semmi az én kor. De, illetve az még igen. Ne hazudj magadnak. Így azért, van. De ez nem így van. Most miért mondod ezt? De most téged miért zavar ez? Engem. Vagy minket nem zavar. Én csak mindig azért vagyok, hogy beolvassam az ártatlan a üzeneteket. Azt írta Klári, hogy szerintem nem vészesen, csak a gyerekek gondolták. Ilyet. Csak beolvasom, mert én csak azért vagyok. Csak a srácok sírták el. Csak a srácok mondták el, én nem mondanám. Azért, mert az ifára volt szabadulok, Gróf Monte Cristóra hasonlítasz, vagy akarsz hasonlítasz. És micsoda szép személyiségű. Kicsit Bin Ladenes inkább, nem? Egyébként a dolognak a lélektan a következő. Amikor meg majd hagyja majd, hogy meggyőzzék, és amikor majd a nyüstölésnek az lesz a vége, hogy tényleg leborotválja, akkor majd mindenki azt fogja mondani, hogy ez a csoda volt, hogy ezt akartad el eddig, Ferenc! De tényleg! Igen, van a nem borotválkozásban egyfajta... Nézd meg, ott is tessék, ott milyen egyfajta 80-as évekbeli báj. Nem, majd nem kell borotválkozni. Fönt vagy lent? Hát sehol. Muszáj szimmetriára törekedni. A fönt se, akkor lent se. Jó nektek, persze szakad az eső, írja egy hallgató. Előttetek van Nóri, a fodrászok gyöngye. Hol van a fodrászok gyöngye? Ott van. Nóri! Hello, Nóri! A fodrászok gyöngye is megérkezett egy gyors hozzánk. Gyors szaszont Balázsnak. Nem, a Ferinek, ne nekem hülye neki. Tényleg Ferinek. Szakállat válasz? Egy forgószéket nincsen véletlen? Jön a fodrászok gyöngye. Nem, mindjárt azt mondja, hogy nem. Megszólaltatjuk. Hello. Nem. Szakáligazítás? El kéne mennünk egy pár kilométert az üzlethez. Oh. Ajajajajaj. Nem, már oldjuk már meg itt valahogy. De ne oldjuk meg, nekem ez jó, így vágja le a tiédet. Éva, gyantát törökközött ollót, és egy 20 lépcsőfokos létrát. Olyat nem tudsz, mert van állítólag olyan, hogy egy zsinórral így összetekedik, és akkor azt húzogatja az arcodon. Olyat nem tudsz. Ezt az Instagramon láttad, vagy hol? Nem tudom, mi az Instagram, az Bali kezeli. Én maradi gyerek vagyok, látod. De mit látod, hogy egy spárgát húzogatnak az arcodon? Van, kérlek szépen, ezt Tájföldön láttam először, vagy Kambodzsában, ott a lábszörtentésre használják, fogja a madzagot a kicslány, összeköti, egy ilyen háromszöget formáz belőle, megcsavarja, és ahol a két madzag így összesúrlódik, elkezdi húzni. Ne, hagyjál már! Ez működő! Megmondom, hát hogy mivel kevered, Feri, amire te gondolsz, az a húros nikecel daraboló, de abban van még egyébként egy pár ezer volt is. Azt is ismerem, a húros nikecel daraboló, de ez nem az, így szörtelenítenek. Így szedik ki a szemöldökét, meg így szedik a lábszörét. Igen. Én inkább a szállanként mellett dönteni. Szállanként foggal. Atya úristen. Jól van, elmentünk matek dogát írni, utána jövünk vissza. Gyertek. Ők a bukott diák a Jákiból, és a Széchenyi középiskolából. Köszönjük szépen. Zsák a foltját, ugye? Zsák a foltját megtalálta, igen. A közösségünk hallgatói. Megvan a Kispolszki, tényleg mérnek egyébként Somogy Babot belterületén egy Kispolszkiból, méghozzá egy nem tudom, talán narancssárga Kispolszkit küldtek a hallgatók, úgyhogy létezik ez a Kispolszki, vigyázzon mindenki. Majd nézzétek, már újra futozott gumikon áll, vagy pedig téglabakokon. Mi az álca? Hogy álcázzák? Budakalászi körforgalomnál nagy a káosz, szánalmas, hogy nem lehet haladni. Mérnek a 67-es úton, Somogy Babod belterületén, ezt elmondtuk, igen, köszönjük szépen. Valamint áll a sor a 31-esen Mendénél, tudtok erről valamit, kérdezi egy hallgató. Nem, de ha elkülditek, akkor azonnal be tudjuk olvasni. Jó, ha valakinek van lehetősége, akkor küldje el nekünk. Azt nézem, hogy bejelöltem, de nem találom, hogy milyen színű ez a Kispolszki. Mindegy, a lényeg, hogy ott van. Jó?
Balázs, van egy üzletem, nem sokára veszek egy autót, aztán beszélj kicsit róla, és eladom, és felezünk a haszna, hogy jött ez is SMS-ben. Na, egy egészen beteg dolgot találtunk, és biztos, hogy vannak olyan hallgatóink, akiket ez érint. Albérlet, ugye? Hát mindenki vesz ki albérletet, vagy lakott sokáig albérletben, vagy azon gondolkozik, hogy kirepül a családi fészekből, és albérletbe megy. És az egyik bulvárlap egy egészen érdekes dolgot derített ki az egyik megasztáros fiúról. Mindegy is, hogy kicsoda, egyébként meg annyira régen volt, hogy igazából az ember nem is emlékszik rá. Casting felvételeken bukkant föl adásba. És kiderült, hogy ő, hát hogy is mondjam, tulajdonképpen szexért cserébe ingyen albérletet ajánl, és mindezt egyébként az ő anyukájával teszteli le. De a bulvár újságíró elment. Micsoda? Igen, az anyukája veszi föl a telefont. Ha az anyukája úgy gondolja, hogy eljuthat az albérletet igénybe vevő Attilához, akkor összeköti Attilával, és a mama teszteli az alanyokat, akik aztán elmennek Attilához lakni, úgy, hogy Attila pedig nem fizetséget kér azért, hanem hát egy testi kapcsolatot. Tehát, hogy oda már prémium minőség jusson el Attilához. Ja, igen, mama előtt ledumálja, hogy... Mama lecsekolja, hogy tiszta, rendes, igen, jól nevelt, alkalmi szexpartner akar-e összebútorozni az ő fiával, az ő kicsi fiával. Igen. Anyuka így veszi fel a telefont, írja a bulvár újság, a szexalbérlet miatt. Már is adom Attilát. Ezt mondja az anyuka. Ezt mondja az anyuka. Hosszú évek óta segíti gyermekét a párválasztásban, és meg is ígért az újságírónak egy találkozót Budapesten. Majd jött Attila, aki azt írja az ő kis levelében, hogy nagyon romantikus vagyok, írok verseket neked, és vigyázok majd rád, ha oda költözöl. Ennyire nagyon beteg ez a sztori. De akkor bocsánat, hát ez nem szex, ez nem a klasszikus. Semmit nem kell fizetned a szerelemért cserébe, aztán a szex is kialakul. Aha. A lányban csupán annyi kívánságom van, hogy a lány legyen felül. Ez az ő kívánsága. Ha lány legyen felül, hogy a lány... A srácok lehetnek alul is. Nem halány legyen felül, hanem hogy alány legyen felül. Ja, alány. Csak nem artikuláltam. Értem. És a vigyázok majd rád, ez mit jelent ebben az esetben? Mit akar? Hogy nem mehetsz ki soha többet a lakásból. Két hónit is felcsapintok. Igen, ő egyébként postásként dolgozik, és nagyon vágyik már arra, hogy társra találjon. Hmm. És a mamával együtt szeretné a társat megtalálni. Aki a posta vezető nyílt. Ketten dolgoznak a postán. De várjál, és az Attila, ő a mamánál lakik, tehát úgy fognak lakni, hogy az albérlő lány Attila és a mama? Nem, igen. Én azt hiszem, a mama nincs ott, a mama csak teszteli az alanyokat. Pedig az lett volna az igazán pikáns szobakonyha, és olyankor a mama mindig kimegy a konyhába. Azt főz egy kávét a kotyogon. Jaj, Attila, végezhetnétek már. Felhangosítom a nóta csokrot. De hogy azért ez mennyire beteg történet, nem? Van olyan lány, aki ebbe belemegy és oda költözik azért, hogy neki ne kelljen fizetni? És igénybe veszi mondjuk Attila szolgáltatásait, viszont megspórolja az albérletet? Ez egy létező kategória? Hát nekem van egy gyerekkori barátom, akit konkrétan Attilának hívnak, de ő nem jelentkezett soha semmilyen dalversenybe, és vele is előfordult azért, hogy annak idején még mielőtt megházasodott és elvette a legcsodálatosabb nőt a világon. Nem azért, csak tudom, akkor rengeteg pollen van a levegőben. Úgy érzem, hogy nem felhőtlen ez a dolog, amiről vele is azért előfordult, hogy így átment a másik szobába. De ez még nagyon régen. De már ő kiadta valakinek a lakást. Persze. És feküdt bent valaki ártatlanul, aludt. Nem ártatlanul. egy ártatlan albérlő, és egyszer csak megjelent a te Attilád, mint főbérlő, és azt mondta, hogy na most akkor rendezzük a lakbért. Hát nem, szerintem egyikük sem tudott aludni, meg olyan nagy volt az a lakás, meg hideg volt, adásszünet volt, vagy mit tudom, kikötötték a kábel tévét, vagy hasonló. Tehát Attila átment, és azt mondta, hogy te is hallottad ezt a zajt. Aha, Istenem, annyira félek. Te is félsz, igen, én is félek. Akkor féljünk együtt. Illetve ne is féljünk. Na, de biztos van egy csomó olyan hallgatónk, féljünk, aki albérletben lakik, és valamilyen a főbérlője. Most nem arra gondolunk, hogy keressünk olyanokat, akik szexalbérletben laknak, bár ilyen történeteket is meghallgatunk. De nyilván vannak azért furcsa főbérlők, amikor a főbérlőnek fura szokása van, amikor megjelenik vasárnap délután, rátöri az ajtót és ellenőrzi a gázkonvektort. Amikor nem teregethetsz a fregolira, ami a kád fölött van, mert a főbérlő nem engedi, de senki más nem használja egyébként azt a fürdőszobát. Zuhajzás közben rádrugja az ajtót és letekeri a vízmelegítőt. Igen, nem használhatsz el csak egy bizonyos mennyiségű melegvizet, mert ő egyébként egyel feletted lakik, és még ő is fürdeni akar a közös boilerből. Tehát olyan
különös főbérlőket keresünk, és várunk, hogy ilyeneket írjatok nekünk SMS-ben, akivel észre nem lehetett együtt élni, annyira bogaras volt. Én nem laktam soha albérletben, de szerintem ez egy kínszenvedés lehet. Nem? Ha van egy hülye főbérlőt. Ha valakinek volt olyan, hogy 80-as éve Iker vonala volt, és bárkivel telefonált, mindig hallotta, hogy valaki szuszog egyébként harmadikként, és konkrétan lehallgatta a telefonbeszélgetéseket, mert ez is szerintem simán benne volt a pakliban. Nekem a pesti első albérletem volt főbérlős, de hát nem egy lakásban laktunk, de a mellette lévőben volt. Ahogy én Pestre költöztem, ez 96, amikor így véglegesen eljöttem Békés Csabáról, és ő azt pontosan azt csinálta, amit te mondtál, télvíz idején átjött, és lecsavarta a konvektorokon a izét, a szabályzót, mert szerintem meleg van. És mondtam, hogy ne haragudjon, hogy maga a másik lakásban van. Tehát honnan tudja? Ő érzi a falon. Ah, igen, szinte perzsel. Hogy átmegy a meleg. Igen, mert a két lakás egymás mellett volt. Egyébként nyilván tök jó megoldás, mert közel van az albérlet, vagy a főbérlő, és ülök bent, és bejön, és mondja, hogy Ferikém, itt nagyon meleg van, tekerjük le. Mondom, én így szeretem, hogy, mert én fázom, hideg van. És nem, és mondja, hogy nagyon meleg, és mondom, ne haragudjon, de honnan tud? A falon érzi. Aha, onnan, hogy órákon keresztül szorítom rá a fülemet. És hallom a gázt. Tápos maga, Ferikém, tápos, mi 8 fokban lakunk, és nem kell azt feltekerni. De nem értem egyébként, hogyha te fizeted a gázszámlát, akkor nem meg a másik. Tehát, hogyha te rendesen fizetsz mindent, és jó albérlő vagy, és tényleg betartod a szabályokat, akkor nagyjából semmi köze. Ő bejöhet? Tehát egy főbérlő, az egyébként igen. Bármikor, bármelyik pillanatban, egyszer csak, amikor te ott vagy a pasiddal, a barátnőddel, ő bejöhet ellenőrizni a konyha szekrényt, hogy minden rendben van-e, vagy a vízórát, igen? Ki tudja, hogy mire rendelkezik a házi rend, ugye, amit te aláírtál, amikor oda költöztél. Szerintem simában. Azért nem nagyon van meg, egy zuhányzás közben bejöhet a főbérlő. Nekem amit szimpatikus, ez tök környezettudatos. Igen, hogy a Ferinek 8 fokba kellett dívni. Picit más téma egyébként, nem teljesen ez, ne ilyeneket írjatok, de most nagyon nagy divat a kupi albérlet, azt itt tudjátok? Az mi? Nem. A kupi albérlet az, hogy kiadják a lakásukat arra, hogy ott a lányok azok szolgáltatást adjanak, vagy vegyenek igénybe, és 2-3 lány lakik együtt, akik egyébként hát lezavarják ott a szolgáltatást nyújtanak. Szolgáltatást nyújtanak. És anyád, mit szóltak hozzá, hogy kiadtad a régi szobát? Nem, nem, azt hittem azt mondta, hogy és mit szóltam, hogy anyám, még ilyen albérletbérnek mondtam. Kicsit erős felvetés. Igen, mama, még másik két nővel most a kupi üzemben nyomol. Hát kicsit furák a limál poszterek meg. Nem, kupi albérlet, így hívják. Szobát adnak ki, vagy lányoknak, akik egy-egy órára igénybe veszik, vagy pedig ott laknak, és hát szolgáltatást adnak tovább. Hát nyilván többért tudod kiadni, ugye, mert veszélyes üzem van, tehát hogy ez azért nem teljesen hivatalos, és akkor megkérheted az árát a dolognak, nem? Hát ez lehet benne, hogy drágábban tudod kiadni a lakást. Valószínű ez van benne egyébként, sajnán. Igen. Van, ahol órabérre adják ki a szobát, ilyen is van. Órabérre. Igen, de ugye ez nem a főbérlő hibája, tehát nem akarom nagyon elterelni a témát, de hogy órabérre fölmész, és egy lakásba, és akkor 1 órára, 2 órára, igen, veszed ki a lakást. És elmész 3 órát, azt elmész. Nem feltétlenül a szolgálat. Aranyos, naív, kicsit bácsis felvetés volt ez így közel az 50 felé. Na, közben oda fölszaladt aludni. Ez olyanok, mint a kaptárszállodák. Nem, látod, mert ő rendes. Eszébe nem jut ez, hogy emberek azért használnak lakásokat 1 órára. Milyen tiszta szívű ember ez a János. Igen. Kimegy fel pár órára fölmész, alszol egyet, és utána, hogy kifizetted az 5 órát, azért már aludtál. Hát ki az, aki pénzért elmegy fölmenni? Nem teljesen az alvás simáják volt. Egyébként és nem egyedül vannak ezekben a kis albérletekben. Egy jó csúszka, János, nem csak aludni szeretnék. Becsukned az ajtót, és igen. Zajogják, én nem mosogás, nem szeretem az edénycsörgést. Na, kérdezzük meg hallgatóinkat itt kint a helyszínen. Hát, ha valaki albérletben lakik, nyomozzunk a székesfehérvári főbérlők után, hogy milyenek, vannak-e egyáltalán székesfehérvári albérletek, főbérlők, és írjatok nekünk SMS-eket, jó, hogy ki volt a legfurcsább főbérlő, aki rátok törte az ajtót, aki nem hagyott benneteket élni, aki vasárnap egyszer csak motozott az árba, majd megérkezett, vagy leskelődött, ugye, mert nagyon sokan csinálják egyébként, hogy csajoknak adják ki az albérletet, és utána leskelődnek. Mit találtál, Feri? Hogy te oda költöznél-e valahova szexért? Dehogy is. Kicsit konkrét a kérdés. Aha. Kicsit olyan, mint hogy tényleg lenne egy kis szobátok, Feri. Én van is egy erre kiadó? Céloztam, hogy hát, ha mi van, bácsi, van-e van egy kiadó 40 négyzetméteretek valahol? Ilyenkor mindig Velencén van az üres alakát. Bizony. Van-e albérletes közületek? Te. Albérletes. Hello, hogy milyen a fő? Raminak. Rami. Milyen a főbérlő?
Viszonylag normális. Ő bejöhet bármikor egyébként? Tehát ha úgy dönt, hogy ő vasárnap kettőkor bejön, itt a vízórát leolvas, akkor megérkezhet? Kopog és jön? Hát ilyenre még nem volt példa, de egyszer eláztattuk az alsó szomszédot, és akkor viszonylag kérdés nélkül beállított. De olyan nem volt, hogy arra, hogy esetleg arra ébredtél, hogy valaki azt sutogja, hogy húra, mi de hideg a lábad. Nem, ilyen még nem volt szerencsére. Valaki mesélt, hogy a kozmetikusának a főbérlője külön pénzt akart szedni a mikrohasználatért és a hűtő használatért. Tehát azt mondja, ez konkrét történet. Tehát volt egy albérleti díj, és azt mondta, hogy ha használod a mikrot és használod a hűtőt, akkor azért külön pénzt kell még fizetni. Nem tudom, hogy ellenőrzött nyitásonként vagy melegítésenként mondjuk 100 forint. Volt egy számláló rajta. De azért az kemény, nem? Az amikor milyen? A főbérlő még így próbál lehúzni. Hmm. Tehát neked nincs baj a főbérlőddel, normális akkor. Igen. Ugyanott lakik, ahol te, tehát ugyanabban a házban? Igen. Ó, hát úgy akkor az ember azért nem tud nagy disznóságokat csinálni, a szemben van a fő. Olyan nem igen. volt, hogy kinyitottad az ajtót, és ő beesett, és így fél füllel pont az ajtódon volt? Nem volt ilyen? Nem, olyan se volt. Nem volt leskedődő. Egy rendes ember akkor. Hol van valakinél, nincs egy rendetlen főbérlő? Ó, na itt van. Főbérlőd van? Hát ez egy múltbéli főbérlő, és olyan volt, amikor elszámoltam. Aha, hogy... szóval még megvan, csak nem kapsz bajt. Nem akarod magad kirakatni az albérletből, igen. Igen. Hát azt csinálta, hogy minden centit megnézett így konkrétan a falon, amikor kijöttünk, hogy tehát ez itt volt, amikor beköltöztek? Ez itt volt? De mire pedést? Hogy mit keresek? Hát penészfoltokat nézett, meg na. Ilyen koszfoltokat. Konkrétan azért... Mondjuk én, ha főbérlő lennék, azért a penészfoltokat én is megjegyezném. Tehát... Nem volt semmi olyan, ami már nem volt ott előtte. Annyi volt, hogy koszos volt a falnak a széle, mert hogy nem volt ajtókeret, és hát jó, akkor az itt így 10 000 forint lesz festékre. Ja, csak ezeket szépen levonogatja, ugye? Mert az ember az elején ad egy kis... Hát persze, aztán nyilván igen. lebeszéltük, hogy hát ezt így nem így kéne azért. Igen, sok múlik egyébként, sok múlik a főbérlőn. Én nem albérleteztem soha, de azért ez egy hálátlan elítélés. Hát ez a mikrohasználatos, ez nagyon jó, képzeld. Te mit akarsz itt, Balázs? Hát csak egy szendvicsés, így jelenleg. Hideg vagy meleg? Meleg 400 forint. Igen, és elkéri a 400 forintot. Hát gyerekek, jön itt a kollega ezzel a koszos ajtókerettel, majd igen? kiderül, hogy nem ez az érdekes, hanem hogy van egy barátja, aki aktfotózásért adja ki a szobát. Ó, tényleg? Igen, ilyen megvan interneten. Téged fotóz? És a modell áll előtt? Igen, egy picit laktam ott én is. Hát, húzós vagy. Nem, interneten meghirdeti a külföldieknek, és ide jöhetnek a lányok szépen, hogyha csinálhat velük aktfotót, és akkor ingyen lakhatnak ott pár hétig. Ez, ha az aktfotónál megár, akkor ez még nem rossz biznisz. Igen. Nem? Most én valahol egy induló diák lennék, és be kéne pulcsítanom egy konyhapulton egy fotóért. Jó, hogy az ember... ezt megcsinálod, értjük. Ezért az ember azt még bevállalja, 80 plusz rezsér érte. Az aktfotónál többet akar, az már azért erősen vagy 80 plusz rezsér is tizet érte, hogy bepucsítsa. És aztán eladja a képeket, maga szórakoztatására van, vagy ez fölkerül mondjuk a netre? Én úgy tudom, hogy ez csak a saját maga szórakoztatására van. Ez mennyire betegnek kell ez lenni, nem? Tehát, hogy vadidegen lányokat lefotózzál, akik majd utána ingyen laknak nálad. Pár hétig. Sokáig tart a bevilágítás, gondolom. És vannak lányok, akik ebbe belemennek? Tehát, sokan, igen, külföldről nagyon sokan jönnek hozzá. Aha, telefonszámaid vannak? Elmegy hozzá a lány, lefotóztatja saját magát, és utána ingyen lakik. Nagyjából, mert úgy van, hogy ugye meglátogatják Budapestet, mert onnan jöttünk, és akkor pár hétig ott laknak, amíg megnézik Magyarországot. Ennyi. Uh-huh. Hát ez egy jó, ez egy win-win szituáció, nem? Jó, a srácnak csinál pár fotót, jó a lányoknak, sokba nem kerül. De azért ember legyen a talpán, aki ezt így bevállalja. A barátnőd is ismeri ezeket a sztorikat? Vagy csak most kibukott belőle. Ne haragudj, ti hol laktok Pesten? 11. kerületben. Egy nagyon fura fotós fiúnál mindig le kell, hogy vetkőzzek. 3 hetet pedig le kell vetkőzni, és fölmászni a konyhaasztalra. Nagyon fura. Na, drága hallgatóink, írjátok meg nekünk, jó? Keresünk a különös főbérlőket. Akik, hát tényleg, akik rátok törik, törték az ajtót, akinek különös szokásai voltak, ha fizetni kellett a mikrohasználatért, ha nem engedett benneteket teregetni, vagy bármi más. Jó, írjátok meg nekünk SMS-ben, mi pedig jövünk, Ákos hírei után. Morning Show. Ez itt a Morning Show. 3:49 lesz, pontosan 1 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hát elbújt a nap, de egyelőre még nem esik az eső, úgyhogy szerencsénk van. Már ami az időjárást illeti, így Székesfehérvárot.
lehet, hogy kitartunk egészen 10 óráig, hogy nem mos el bennünket az eső. Pesten szakadó eső van. Igen? Állítólag igen, kapjuk. Kapjuk az SMS-t, hogy mázlisták vagyunk, mert Pesten nagyon, nagyon eső. Nagyon jó lenne, hogy nem esne, mert még hátra van egy nagyon jó kis játékunk, ugye a hideg burkolós játék, amikor olyan csempékből kell kirakni majd időre. Hát egy jó, szép kis képet, egy kis mozaikot, igen. Mit csak, ami volt? A hideg burkoláshoz jó hideg. Melegben nem lehet rendesen csinálni, gyerek. Szóval, hogy minket lehet majd kirakni egyébként ilyen kis mozaik formájában csempékből. Így néz ki. Én el is kértem egyébként már a teljes szettet. Tényleg akkor a persze, így a garázsba. Van egy kis csapat, körbe rakom majd Ferivel, Janival, Balázsral. Azért mondom, hogy már bocsáss meg engem. Nehogy már megálljunk nem, itt. A Balázsit a zuhanyzóba fogom rakni. Közvetlenül. A dusgél mellé. Azt már elvitte a Laci. Ez a baj. Ja, tényleg. Én csempőmet már elvitte a Laci. Na nézzük az SMS-eket, nagyon durvákat kaptunk egyébként. Ugye arról beszélgettünk, hogy milyen az, amikor egy beteg főbérlővel költözik össze az ember, és tényleg fizeti a rezsit, vigyáz a lakásra, vigyáz a házra, de ennek ellenére a főbérlő egyszerűen elmebeteg. Vagy tulajdonos, hívjuk bárhogy, és hát jön, folyamatosan jön, és nem hagyja nyugodtan a bérlőt, ugye, hogy élje az életét. A testvéremmel és két másik egyetemistával laktam együtt külön nyíló lakásban, a téli vizsgaidőszakban lekapcsoltuk a fűtést, mikor hazamentünk, a főbérlőnk viszont mindig visszakapcsolta, ment a cicahart, aztán kitett egy lapot, ne kapcsol le, mert árt a termosztátnak, ami elromolhat felirattal. 3 hónap után kiderült, hogy egy másik lakás is hozzánk tartozott, ahol a lakó állandóan otthon van, a fűtés pedig központi kitartást a mostani bérlőknek. Ki kellett akasztanunk a kulcsot, egy szögre nem tettük, bejárt kicserélni a 100-as égőt 25-ösre, amikor nem voltunk otthon. A férfi mindig kint dolgozott a kertben, este fürdés időben a felesége meg nehezményezte, hogy miért teszünk fel sötétítőt. 2 hétig bírtuk, aztán eljöttünk. Jézusom. Ez egy hátsó szoba konyha volt. Nekem azt javasolta a főbérlőm, hogy ne, hogy pisiljek ülve, mert itt ritkábban kell WC-t takarítani, és a papa is így csinálja náluk otthon. De ő takarítja, vagy miért zavar? De nincs szét kapcsol csempé. Igen. Van egy hallgatónk is itt a vonalban. Halló, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok, Attila vagyok, hello, srácok. Szia, Attila. Na, veled mi történt? Hát az körülbelül 6 éve történt, tehát a kollégámmal vállalkoztunk arra, hogy kiérnek, felmegyünk ilyen szezonmunkára, mert elég jó fizetést hallottunk, és tulajdonképpen a vonaton felfelé, hogy utaztunk fel a fővárosból, megismerkedtünk egy hölgyel tulajdonképpen, és aztán számot cserélt, hogy megismerkedtünk, kérdezte, hogy mit szeretnénk, mondta, hogy ismerjük a várost, mondtam, hogy nem, aztán hát az igazság, hogy akkor este még ott a vonaton megtörtént egy olyan dolog, aminek talán nem számolt rá senki, és hát ez túlságosan na, elég jobb lett. Mi összejöttetek a nővel a vonaton? Micsoda, nem is értem. Igen, négyen voltunk ott az almafűkén, és megváltok még a másik két úriember elalszik, aztán ott, na hát egymásra életünk, akkor este még annyira jobb lettünk, hogy szétébot is lettünk egymásnak. Aztán, szuper, és ez hogyan az albérlethez? Tessék? Hogy jön az albérlethez, hogy utána ő lett a főbérlőd? Nem, tulajdonképpen ahol dolgoztunk, ott elég rosszak voltak a körülmények, és amikor találkozgatunk itt esténként, mert ugye na, hát kontaktot felvettük, akkor ő kérdezte, hogy hol lakunk. Hát mondtam, elég rossz helyen, és mondta, hogy hol lakik. Tehát tulajdonképpen a fővárosban a második kerületnek megfelelő helyzet. De te nála laktál? Igen, elhívott magához a albérletben, hogy na, jó körülményeket cserébe tulajdonképpen, nem, hogy ott lakjunk, ahol épp akkor éltünk. És mit kér cserébe? Hát úgy voltam, hogy azt mondta, hogy minden nap szex, meg kell, hogy szexeljem tulajdonképpen, és kell, na, ennek nem kell fizetni semmit, Jézus, tehát a kollégámmal mondtam, hogy csak vagyunk ketten, azt mondta, hogy én is jó vagyok neki, mert én vagyok a szimpatikus, főzött ránk, mosott ránk, tulajdonképpen elég jó helyünk volt, mert öltözhetett is minket. És napi egy szexért. Elég szuper gátja volt. Napi egy volt, akkor még az alkul. De viszont... Mikor fölment 3-ra a napi szex, akkor már elköltöztünk. Na jó, oké, köszi, hogy elmondtad. Köszi, hello. Kicsit hosszan mesélő sztorit. Igen, ez most tönkre vágott. Mondjuk ez napi egy, azért ez melós. Az én főbérlőm egy idős hölgy volt, beköltözésem napján derült ki, hogy a lánya 2 kisgyerekkel szintén ott fog lakni az 1+2 félszobás lakásban, mert előző nap kidobta őt a férje. A hűtőt, a gáztűzhelyt nem használhattam, a néni pedig folyton a szobámban járkált, mert ott volt az erkély, ott teregetett és ott napozott minden nap. Nálunk a főbérlő megszámolta a teafiltert, aztán feljött szólni, hogy ne ígyunk olyan sok teát, mert sokat kell mennünk pisülni, és sokat használjuk a vizet a WC-ben. Következő alkalommal ellopta az újságukat a szekrényből, aztán rajta kaptuk, hogy ugyanezek az újságok egyébként bent vannak az ő szekrényében.
stopperral mérte, hány másodpercig folyatjuk a fürdővizet a kádban. Marika néni hétfő reggel 6-kor beugrott pisilni, erre keltünk fel a párommal, fotról jött orvoshoz, és pont útba esett neki a mi vécénk. Tökre igaza van. Hát ő a főbérlő, egy ellenőrzés, egy pisi. Úristen, milyen sztori. Azt mondja, a mi főbérlőnk, a 76 éves Magdika rákattant a 30 éves barátomra, és naponta hívogatta különböző ürüggyel. Majd meggyanúsított minket, hogy elloptuk a tévéjét, majd rájött, hogy azt még 92-ben ő adta el. Valamit szedni kellett volna ott is azért erre. Nekem a terasz használati díjat akarta elkérni, szemben lakott a mi panelünkkel, és távcsővel figyelte, őt kellett volna adásba tenni, távcsővel figyelte, hogy hányszor megyek ki a teraszra. Azért a terasz használati díj az elég kemény. Fővérlőm nudista volt, 40 éves nő, mindig lejött bemutatni a test piercingét, mikor már a 10. nuni piercinget mutogatta, elég unalmas volt. 10 piercing, hát volt felület. Mi nyáron 40 fokos albérletben klímát szerettünk volna szerelni önköltségen, mire azt hajtogatta, hogy nem lehet, mert olyan állapotban kell visszaadni az albérletet, hogy átvettük. Mondtuk, hogy nyugodjon meg, ott hagyjuk a klímát, de nem engedett az elveit. Na ezt, ha megértem, mert az értéknövelő a klímás lakás, hogy valaki arra azt mondja, hogy már pedig ide nem szereltek semmit. Ugye, de egy klíma az dolog? Persze. Há, persze. A mi főbérlőnk elfelejtett szólni arról, hogy eladja a lakást. Úgy tudtuk meg, hogy egyik reggel benyitott a hálószobánkba két vadidegen emberrel, és azt mondta, ez itt a hálószoba. Nagyon jó ébresztő volt. Nem tudta elaludni. De képzeld a vevőt, amikor bemész egy lakás, és ott alszik két ember. Hogy ők tartozik? Szóval azért azt képzeld, hogy az is milyen kemény lehetett. Én pucéran egy szál kukiban ettem a dinnyét a konyhában, erre kopogás nélkül bejött a főbérlő nő, átronyolt a nappaliba, és közölte, hogy micsoda, csak annyit kiabált, hogy nem láttam. Ja, hogy igen, hogy bejött az ajtón, igen, csak hogy hát ugye nem vettem észre, és nem hallottam, rengeteget kiabált az ajtó előtt, beronyolt, úgyhogy messzelül álltam a szobába. Kaptuk ezt is SMS-ben. Az első főbérlőm egy idős 70-es nénike volt, 40 ezer kedvezményt adott havonta, ha vasárnap reggelente elkísérem templomba és a temetőbe. Az mondjuk szó, igen. Főiskolásként mondanom sem kell, hogy egy hosszúra nyúlt szombat este után igazi wellness volt a másfél órás reggeli 8-as mise, majd a 2 órás temető látogatás. Megismerhettem a család összes tagját az elmúlt 150 évből. Itt fekszik, nagyapám. Atya úristen. Laktam olyan albérletbe, ahol naponta jött át a főbérlő, reggel 7:30-kor kopogott, mert meg akarta öntözni a folyosón lévő 2 darab virágot. Ezt miért csinálják? Akarják látni, hogy mi történik a lakásukban valószínű. Ugye? Ez egy folyamatos felügyelet, mert hogy bármi megkarcolódik, pedig hát elméletileg az benne van, ahogy mit tudom én, valamihez odajutsz valamit. Hát... Na hát igen, meg egy picit szerintem ilyen családtagként is kezdenek el kezelni. Tehát, hogy ilyen pótgyerek, stb. Hát a nővéremnél ilyen... sem vagyok ott minden reggel 6-kor. Hát nem? Igen, van még egy SMS. Márta néni Pesten nem közölte velünk, hogy ő is ott fog lakni velünk együtt a lakásban, amit béreltünk, csak ő indíthatta el a mosógépet, senki más. Az ő és a mi szobánk között csak egy szekrénysor volt az elválasztó fal. A legjobb meglepetés az volt, amikor az egyik munkából hazaérve széttett lábakkal lapozott a szobájában, az ablakon beszűrődő napon. Nem sokáig bírtuk Márta néni társaságát. Elhúzott függöny. És a süni is jó van Márta néni. Azért, mikor Márta néni ott naposztatja a csúnyáját a nappaliban. Köldöntől lefelé szívja magába a D-vitamint. Jó, hát kell a D-vitamin. Na jó van, hát tudtuk, hogy lesznek érdekes esemesek. Köszönjük szépen mindenkinek, aki írt. Gyorsan megmutatjuk a hármasugrást, jó? Kell egyáltalán beugrott mutatni? Nem kell beugrott mutatni. Nem, hát úgyis innen választunk. Helyszínről választunk, hát most ne legyen beugrott, teljesen fölösleges. Úgyis csak fölhúzod magad rajta, ha rövid, azért, ha hosszú, azért engedd el. Nem utassunk beugrott. Jó, drága székesfehérvárosiak, nem sokára választunk, akkor 2 darab játékost, aki lejátsza még a ragasztós játékunkat, 100 000 forintos nyereményünk van, és egy valakit, aki játszhat még velünk hármasugrást. 6 perc van pontosan, 9 óra, jövünk a hírek után. Morning Show, nagy tavaszi országjárás. 2016. Nagy állomású. Piactér 1. Ahogy már 7 éve, minden tavasszal, idén is útra keltünk. Elindult a Klassz FM Morning Show nagy tavaszi országjárás 2016. Tarts velünk mind az 5 állomáson, burkold be a nyereményeket, és mi tejben vajban füröztünk. Székesfehérvár! Aztán pedig Szeged! A sütőtök a Mégéssába! És pénteken pedig Kazincba! Kazincba! Klassz FM hallgató! Folytatódik ma
Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Klassz FM Morning Show nagy tavaszi országjárás 2016. Élőben Székesfehérvárról, a Piac térről. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 9 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk, zajlik a kitelepülésünk, második helyszínünkön vagyunk, Székesfehérvár, ott nem esik az eső, hát lóg az eső lába, és egy kicsit hűvösebb van. Tegnap igazán jó időnk volt, mázlisták voltunk Szombathelyen, majd kicsit borongósabb az idő, és hát ami a jövőt illeti, nem túlságosan szép a jövőképünk. Mára ez időjárás. De a pozitív energia az fontos, így van, Feri. Nem kell. Nem kell mára is ezt mondtad, hogy szakadó eső, tessék, semmi. Nincs, egyébként tényleg nincs. Itt jó idő van. Pesten többen írjátok, hogy szakad az eső, de itt jó idő. Semmi probléma nincs, olyan szerezik csempék és fugák, azok természetesen vízállóan. A legnagyobb. 10. kerület Gyömri úton a szokásos elmérnek, Szilvi küldte nekünk. Székesfehérvár Győr vonalon drága képek készülnek, óvatosan a kilométerrel, Sápi üzente. Két autó ütközött a vezérút Fogarasi úti kereszteződésben, torlódás várható, küldte nekünk Perec, valamint Jászapáti és Heves között drága fotók készülnek, ezt Viktor küldte nekünk. A 31-esen útépítés miatt áll a sor, Dávid üzeni, valamint van egy baleset Mende határában, és többen kérdeztétek, ezért áll a forgalom. M1-es Tatabányánál Pest felé beáll, Csüdisz küldte nekünk, hűvösvölgyi hétfői dugó, még rosszabb, mint szokott lenni. Turi üzeni, és trafiban van az M5-ösön a 128-as kilométernél. Eleste János, hogy mit adnál? Nem, hozzányúlt valamihez. Nem, egy találós kérdésen gondolkodtam, tömít, ragaszt, kitölt, mi az? János. Mert figyeljetek, én továbbra sem tudok betelni egyébként ezzel a kis fürdőszobácskával, mert annyira mini, hogy még hozzám képest is mini, tehát hogy még én is azt érzem, hogy nem tudom, hogy ez én madárfürdető, vagy madáritató, vagy mosó, ez nem? Mi ez? Nem, ez én kézmosó, kis helyre kézmosó. Valaki, aki ért hozzá, mondjanak már valamit, de maguk szerezítesek át. Mi ez, kézmosó vagy se? Az egy mini kézmosó. Na, egy kezes. De hogy kinek való? Oda nézzetek, ki van itt, gyerekek, bocsánat. Ki? Megérkezett új Trütko. De jaj, hát hozzád ér. És mit hozott? Mit hozott? Hozott egy csapkát. Hello, Trütko. Sziasztok. Hello, Székesfehérvár. Te mit csinálsz itt? Hát kérlek szépen, jöttem Székesfehérvárra, ahol a feleségem kosárlabda edző, és már annyit cseszkelődtetek ezzel a sapkával, nem, hogy elhoztam neked a kedvencemet. Ez a kedvenced? Igen, ez a fekete? Egyébként pont most akartam venni, köszönöm szépen. Látod? Egy ilyet akartál, hogy hív vissza. Vagy... A Jani mondta, hogy hívjalak vissza. Ugye, hamarabb szabadulsz, látod, ide jön. Na mit szólsz? Nézték valahányan a naplót, mint amennyien most vannak egy kitelepülésre? Nézték. Na jó munkát nektek, én nem is akarlak titeket zavarni, úgyhogy hajrá. Szia Jani, szia Feri. Szia, nagyon szépen köszönjük. Köszönjük, hogy itt voltál, csókoltatlak, vigyázz magadra. Ciao, hello, vigyázz, ott van egy lépcsőnk. Hát milyen arany ember? Ráfér a fejedre? Nekem? Aha. Biztos, hogy nem. Hát ez ekkora ide. Zseni. Rendes. Nekem viszont tetszik. Tessék? Nekem tetszik. Hát rohadt, te nem fogod megkapni. Ne, csináld már. Jó, ha kérem neked adom, bár ezért az ölelés poénért majd jövök még egyet. Mindig én védem meg, amikor adáson kívül osztod. Na. Tényleg azért most egy rohadt sapkával idén, hát hárman vagyunk. Na. Figyelj, a János mondta, hogy vegyem föl neki a telefon. Nem vettem föl, mondta, hogy előbb-utóbb megjelenik. Vagy fölveszed a telefont, vagy megjelenik. Ott megy hátul, szevasz, Trütko. Na, csempézünk. Na. Csempézünk hát. Csempézünk. Megvannak a játékosaink? Nem hiszed el, simogatja a mini fürdőszobát. Ti vagytok a... Szandra, Anna. Csak szeretném megkérdezni, hogyha nem muszáj játszani. Gyerekek, azt a méla undort, azt a gyűlöletet. Szandra, Anna. Csak mondom még egyszer, 100 000 forint értékű. Hogyha megfordultok, és megkérdezzük, hogy szeretne helyettetek valaki játszani, akkor biztos, hogy fölemeli. Szívesen nem tudjuk, kik vagytok, de szívesen játszunk veletek. De nem is kell tudni, csak hogy érted, csak hogy játszhatsz meg, nyerhetsz. De várjál, akkor kérdezz meg, ki a Szandra, jó, bocsánat, jó. Te vagy a Szandra? Igen, én vagyok. Szandra. De akkor csak megálltatok, hogy nagy tömeg van, megnézitek, hogy mit csinálunk. Ide küldött minket egy szőke, úgyhogy nincs választás. Aha. Na jó, van, így sem kellett még rátuk már senkire 100 000 forintot, de... Hogy álltok? És most akkor nézzük, akiknek szurkolunk. Én Laci. Laci. Laura. Laci és Laura. Te jó Isten, ennyi nevet megjegyeznem. Atya úristen. Laciék és Szandráék. Laciék és Szandráék. Szandra, ti mivel foglalkoztok? Hogy mit csináltok? Bölcsödében dolgozunk.
mind a kettő. Hasonló. Mondjad, hogy hova, hogy nehogy a gyerek véletlenül oda járja, ha lesz még, ugye? Jó, nem a Velence. Nem. És szeretitek a gyerekeket, vagy nem volt más foglalkozás? Nem, őket. Rohadtul utáljuk a sok kis taknyot, olyan szemtelenek. Hát most már mit csináljuk? A gyerekek is csak ugyanazt tudják mondani, mint Szandra, nincs más választásunk. Így van. Na, kezdjenek akkor a lányok, nézzük meg, hogy hogy csempéznek, jó? Hát egyszerre ellőhetném a két csapatot, mert egyébként két fürdőszobánk van. Nem? Jogos. Jogos. Ha te külön akarod őket megnézni, megcsinálom, úgyis nem érjük, de ugye van tök két fürdőszoba, van. Két csempe. Elsőként ugye Laciék, akkor válasszatok, hogy kit szeretnétek kirakni. Van egy közös kép, amelyen hárman vagyunk, van a Jani, van a Balázs, és vagyok én. Talán a Jani. Jani, nagyon köszönjük helyes, szépen. Végre. Már rögtön a Simpson családos pólóban már rögtön láttam, hogy... Nektek gondolom teljesen mindegy, hogy kit raktok ki, hiszen egyikünket se láttátok még. Nem baj, azért Balást választjuk, talán könnyebb a nagy fejét megtalálni. A szeretet az első. Parancsoljatok. A felég áradó szeretet az mindennél többet ér. Mondjuk el hallgatóinknak, csak bocsánat, miről szól a játék, ugye egy falra kell föltenni 3x3-as kivágásban, és hát ugye értelemszerűen meg kell találni, hogy mint egy ilyen mozaik játékban, hogy az embernek helyén legyen az arca, a teste és a karja. Ugye ezért nem mindegy, hogy az ember hogy kezdi el, mert ezek ráadásul fel is ragadnak, tehát jó helyre kell kitenni. Érdemes először alul összerakni, ha megvan a teljes forma, akkor utána azt felvinni a falra. Igen, jó? Gyakorlatilag minden eszköz megvan ahhoz, hogy felragasszák, illetve még tömítsék is a csempék közötti réseket. Nem tudom, hogy színes fugánk van. Barna csempe, rózsaszín fugában. Van. Na, előjük az órát? El. Na, akkor 3, 2, 1, tessék! Hajrá! Igen, ezt akartuk mi is mondani. Hogy megy Szandráik, nem? Jó. Hát gyakorlatilag a fejed már tényleg megvan, mondjuk az egy nagyobb dolog. Nem nő ki a keze a hasából. Ezen az oldalon irgalmatlan profi dolgoznak. Azt hittem, néha úgy néz ki. Aha. Csak kóstolgat. Nem, alul, csak mondom, hogy alul csak egy ujjas vagyok, nem öt. Na most Szandra kedves barátnője, aki mellette áll és kollégája, a kinyomó pisztollyal ismerkedik, nyilvánvaló, hogy még soha nem látott ilyet. Hagyjuk Anna életem. Meséljél, mi lehet ez vajon? Hát én azt értem, hogy ebbe kell belerakni a ragasztót, de hogyan? Miért? Mi nem megy bele szerinted? Hát itt van a váza, oda kell berakni a csövet. Aha. Hát azt tudom, de ezt le kell nyomni hozzá. Hát akkor próbáljuk meg, mit szólsz hozzá? Na, mi a helyzet a másik oldalon? Hát a másik oldalon nem hallhatsz annyira lelkes hangokat, mint Szandráik oldaláról. Itt viszont irgalmatlan lendület, elán és lelkesedés uralkodik. Gyakorlatilag ők csak a munkára koncentrálnak, és nagyon jól teszik. Igen, most a ragasztót viszik föl a falra, azt látom, és most megy majd a csempész, és János megjelent a fejében. Kéne kezdeni ragasztani, gyerekek. Ők inkább a praktikumra mennek rá, úgy látom, hogy órabérben fizetik őket. Így lesz, vagy hogy? Na most téged nem sikerült kirakni a lányoknak. Tehát fej nehéz vagyok azért. Az még megvan, mert az egy kockán van, vagy egy ilyen négyzeten körülbelül, de az altesteden itt valami nagyon nagy gáz van. Az is van ott. Mi nagyon alakulunk. Komoly gázok vannak. Nagyon-nagyon jók vagyunk, nagyon alakulunk. Ezen az oldalon már csak 2 darab csempe hiányzik ahhoz, hogy meglegyen mind a 165 centim. Jó, de jó vagy, hát igen! Megsemmisítő vereség lesz. Igen, és ebben a pillanatban kész vagyok! A lányoknál esik le a csempe, tehát hogy ilyen nincs. Na most ez az a ragasztó, ami arról híres, hogy egy pöttyöt ide raksz, fölrakod a csempét, úgy marad, és aztán csak bontok alapáccsal lehet lesz. A lányoknál gyakorlatilag úgy hullottál le a francba, mi lesz, drágája? Hát nem tudjuk, amúgy is fura teste van. Figyeljetek, srácok, én úgy érzem, egyébként a verseny eldőlt, és ezen az oldalon annyira profik voltak a játékosok, hogy a nadrágomra még egy kis legényfoltot is varázsoltak. Igen, közben a lányok... Ezért megérdemlünk 150-et sem. Az meg! Mi met nyomkodják? Hullasz le, hallom? Mi met nyomkodják a lányok? Nem, semmi, most a fejedet próbálja így oda tapasztalni. A gyereket adasz. Még a csempe is fej nehéz. Na, ebbe pont az a jó, hogy ebbe, hogy nem kell sok belőle, tudod, életem. Tehát nem egy centi vastagon hordjuk föl. Lányok, csináljátok addig, mi ide felszereljük még a szanitert is. Figyelj, csináljuk azt, hogy átadjuk az ajándékcsomót, és 10 előtt visszanézünk a lányokra, hogy hogyan vannak. Jó, tehát, próbáljátok már meg majd fölrakni, jó? Jó. Köszi, lányok, köszi. Jó.
Én azt gondolom, meg is vagyunk. Jó, azt oda tegyed meg, majd mindjárt lefotózom neked, hogy hogy nézel ki. Jó. Adjuk át a 100 000-es kis ajándékcsomagunkat szerintem nyugodtan. Ha hoz valaki egy törölközőt, meg tusfürdőt, meg is mosakodok itt ebben a kis csapba. No, megint leesett egy része. Jó, van, hát van szerintem egy... élvezzük ki még ezeket a pillanatokat. Gratulálunk a győzelmetekhez, egy 100 000 forint értékű. Ott is van 100 000 forint értékű szerzett hidegbukolási termék, oda megkaptatok. Tessék, parancsoljatok. Megvannak a lányok, Feri? Sehogy se állnak. Semmi, kész. Teljesen esélytelennek, látom. Mondjad szívem, mi tetszik ennyire a munkádom? Kicsit. Csak mutatom. Nem, szabad. Így sikerült fölragasztani. Jó, figyelj. Beszegetni nem yeah. Gyakorlatilag, ha véletlenül fogmosás közben egy ilyen fröcsi rácsöppen, akkor leomlik az egész falatok. Ügyesek vagytok. Csinálgassátok, majd visszanézünk, jó? Jó. Van vigazdi. Igen, hát a lányok azért, ha a szakmát kellene váltani, bajban lennének. Vagy hát legalábbis a hideg burgolói szakmát lehet, hogy nehezen. Lehet, hogy nehezen tudnak választani. Már az előszóval elakad a műszaki átvevő, tudod. Nem voltak ügyesek, igen. Na jól van. Feri, ha már ott vagy, választottunk már hármas ugrás játékost? Szerintem igen, választottunk onnan előről, ha jól emlékszem, a szőke hölgyet. Igen, a szőke hölgyet? Aki az előbb azt mondta, hogy semmiféleképpen nem adna szexet albérletért. Nagyon helyes. Kivéve, ha te vagy a főbérlő, gyertek. Nagyon helyes. Gyertek. Jó vagy életem. Köszönöm. Szia. Hello. Feri, légy szíves. Mi van? Megkérdeztem, hogy hogy van. Ezek a hurkás, haknis dumák, jól vagy? Nem hurkás, nem. Ez bíz csak rám. Ne foglalkozz velük, hagyja. Érted, engem nem osztanak ki otthon. Hello, lányok. Mert nem megyek haza egy hét. Úgy könnyű, már elfelejtik péntekre, hogy mit csináltál kedden. Hello, lányok. Szia. Kit hogy hívnak? Anett vagyok. Niki vagyok. Anett, Niki, várjatok, fölírom ezt, mert nekem a nevekkel nem tudom egyszer. Na, jó, van mindjárt 10. Anett. Niki, Nikit mondtál? Niki és Anita. Anett. Minden. Igen. Bernadett és Gabi. Jaj, ezt nézd meg, hát milyen helyes, Klassz FM-es körme van. Ez a mikrofon? Klassz FM-es körmöt csináltam. Komoly. Tényleg? Igen, sárgára ki, a mi sárgánkra, nagyon és szép. Feketéve rám, hogy ő Klassz FM. Morning Show. Az egyik oldalán még a Morning Show. Kis lábaidon is. Igen, megmutassam. Tényleg? Na, az már azért erős lett volna. Jól van, lányok, ki mivel foglalkozik, mit csináltok? Én trafikbe dolgozom. Én pedig egy női webáruházban. Webáruház, aha. Női webáruház? Jó, rossz. Ott mit lehet? Igen, tehát nőket lehet venni, vagy... Igen. Igen, nem. Női ruhákat. Női ruhákat, aha. És ez a trafik, ez a hagyományos trafik, ahol dohány és minden más. Jól van. Igen. Oké. Milyen a kérdések, Jani, hogy állunk? Nézem. Keményeket írtam? Hát, szó. Hát mindig segítünk kitelepüléseken, szerintem, hogy nagyjából működni fog itt is. Persze? Nem lesz. Ajándékcsomag nélkül nem mentek el. Okay. Az tök egyértelmű. Nem lesz durva, nem fog fájni. Na figyeljetek, lányok. Így szól az első kérdés. Melyik szín egyik árnyalata a karmazsin? Ahogy tetszett mondani a saját szájával a hölgynek. Na, piros. Kicsit finomítsunk rajta, de nem rossz. Nem rossz, mert hogy olyan szintű, hogy piros. Majdnem igen, körbelőttünk. Mert karmazsin, így van. Jó helyen vagyunk. Vörös. Kicsit átalakultunk barkobává. Igen, kicsit a játék kezdi elveszteni komolyabb jellegét. Hagyjatok valamit. Oké, azt mondja, hogy így szól a második. Te jó Isten, melyik szuperhős hétköznapi neve Tony Stark? Ezt tudni kell. Tony Stark, ki ő? Egy hétköznapi hős. Ha tudtok jól szájról olvasni, akkor is hit az üveg. Stark Industries. Akkor itt már nagyon-nagyon sugják nektek. Farkas ember? Van ilyen sztár. Az ember az jó, az ember az egyébként jól olvastad le a szó második felé. Ha? Ezt én se tudtam. Vasember. Na jó, akkor ezt most nem fogadjuk el. Nem létszik, én ebből egy darabot nem láttam. Zseniális. Hát én nem láttam ebből egyet. Mert a Robert Downey Jr. miatt is érdemes megnézni. Az egész ilyen marveles, vasemberes, Amerika kapitánya, valahogy az egész nem. Nem is tudtam, nem tudtam erre választani. Milliárdos Playboy és emberpará. Zseniális. Mi legyen a harmadik kérdéssel? Megálljunk, lányok? Mert eddig hasítotok. Tehát eddig nagyon jól mentek. Menjünk egy tovább. Vörös, meg egy farkas. Szegény Janina, megmarad egy kérdése. Így van, legyen legalább rám tekintett. Jó, akkor megállunk. Na jó, király. Okay. Egyet behúztunk. Egyébként ezt nem tudtátok volna, de hát ha megálltok, akkor mindig. Jól van, lányok, akkor viszont adunk egy ajándékcsomagot azért erre a teljesítményre. Jó, köszönjük. Kis segítséget is akkor. Plusz trükkó sapkáját.
Frösze, egy vadonatúj sapka Vujic Miskótól. Nem, á. Mi van? Nekem tetszik, tényleg. De meg végre valaki jól állna. De ez a Tritko sajátja vajon? Nem tudom, szagold meg. Koszos? Nem mi voltunk. Köszönjük szépen. Miért nem azt kérdezted? Vannak benne serkék? Tessék, parancsoljatok. Szerintem ki fogjuk egészíteni, hogy mind a kettőtöknek jusson belőle valami jó. Csajok, köszi, puszi nektek. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Van nyugodtan. Jó. Szegény Tritko még ül a kocsiba, tudod, hallja, hozott ajándékot. Tritko, egy koszol. Jó van. Tritko, drága vagy, figyelj, János fogja hordani. Sziasztok. János fogja hordani. Ez a bélcosokat. Hát egyébként nem olyan Tritkos bélcosok. Találkozunk a Menza klubban. Szemét vagy. Úgy olyan trütkos, trütkos baseball sapka, nézzétek meg, ilyen laposabbakat hord. A Jani hordja az a klasszikus New York is, Yankees-es. Van valami nem. Hivatalos neve, ez nem a baseball satyó, ez valami Trütko ilyen azért katonai, hordja nem? Ezt a típust, azért a laposat, de mert a Mekong Deltánál előtték a fejét egy rakétavető. Jól áll, Jani! Igaz? Majdnem, mint Trütkónak. Az az újabb brokkoli története. Egyébként meg is vagy. Zseni. Na jó, van, fél tíz lesz, pontosan 7 perc múlva, ha van friss közlekedési híretek, küldjetek, mi pedig jövünk vissza mindjárt. Morning Show. Ez itt a Morning Show. Fél tíz. Aló. Ja igen, szóval, hogy rossz mikrofonba beszéltem. Fél tíz múlt pontosan, 2 perccel, hello mindenkinek. Itt vagyunk. Mindenem becsukódott, bezáródott. Értitek ezt? Mindenem. Mindenem oda lett. A harmadik szemed is. A harmadik szemem is, az SMS falam is. Minden. Semmit nem találok. És félkarú óriás vagy enélkül? Enélkül abszolút egyébként, igen. Közlekedési híreket akartam olvasni, na most kezdek magamra. Tessék? Na, ha lecsukódik a gép, ez nem az én laptopom, és nem is elom. Ha lecsukódik, akkor ilyen pihenőüzemmódba teszi magát, és akkor vége igen, van? Igen, bizony. Bealszik, ilyen a technika. Valóban ez történik. És hát ez egy viszonylag régi laptop, ilyen Pentium 2-esek. Ketyeg még Amiga. Egy Amiga. Igen, Florence. Igen. Na, írt a Tritko egyébként, hogy hoz új sapkát a jövő héten. De drága. Aha, ugyanitt leszünk. De kinek? Neked hoz még egyet? Nem, hogy mindannyiunknak hoz új sapkát. Ha úgyse használnánk. Trafia 3-as főúton, forró belterületén. Ezt Ádám küldte nekünk. Na de most könyörgök, az asszony megöl, ha nem viszek haza egy bögrét, csak ezért keltem fel fél ötkor, hogy itt leesek, nem baj, ha használt. Ki írta ezt az SMS? Ki írta? Igen. Te írtad? Szegény. Véged van, mi asszony? Az a baj, hogy egy darab használt bögrénk van, olyannyira használt, hogy még használatban van jelenleg. Mondta Balázsnak, hogy kiviszem, mert megígérte itt egy nagyon helyes lánynak, hogy odaadja neki, már egyébként többé kevés Balázs írtuk, csak az a helyzet, hogy van még benne kb. Másfél deci tea. Tehát, hogy még használhatom, hogy megissza. Igen. Teával jó lesz, hol a lány? Itt van az első sorban. Asszony, Kánál nagy balhé lesz otthon? Nagy, mi? Véged van. Mutatja a srát, hogy korábban kellett volna gondolkozni. Szegény. Fél ötkor kellett, hogy itt lehessen, igen. Jó? Kitalálunk valamit. Valami kis mentő megoldás mindenképpen lesz. Nagyon szépen köszönjük egyébként a székesfehérváriaknak, hogy a változékony időjárás ellenére is kint vannak. Most megint elkezdett szemerkélni az eső. Hál' Istennek most már tényleg így a végére fordultunk a kitelepülésnek. Csak bekapcsoltak, az alagot végén. Csak bekapcsoltak egy kerti öntözőt, Jani, nem esik az eső. Mi a? De hol esik? Nem esik? Szemerkél, igen. Vagy szórt mintája van az aszfaltnak. Az lehet egyébként. Debrecenben a Csapó utcában még mindig le van zárva minden, úgyhogy vigyázzatok. Eger és Kerecsen között az Eger felé haladókat mérgék, furgonos Tomi küldte nekünk, óvatosan menjetek. Én nem láttam tegnap sok trafit, te sokan mentél át? Ezek kötelező kapuk vannak mindenhol, illetve nem tudom, az a véd, ami így fönt van? Én azt hiszem olyan 150 ezeren mentem. Tényleg? Hát, körülbelül, ha így óvatosan számolom a dolgot, igen, az a véda. Mert te tegnap nagyon rohantál. Nem, kikérem magamnak, nagyon lekorlátozzák a közlekedési lehetőségeimet. Én így fogalmazok, tehát hogy egy nyílegyenes útszakaszon, a 8-ason miért kell váratlanul oda tenni egy 70-es táblát, igen. Pont amikor előzök az áróvonalnál. Ráadásul kiló 70-re van beállítva a tempomattod. Igen, és annál lejjebb nem engedi, szerintem csúnya vége lesz a turné. Nem mész az Éva, vagy nem használod? Hát mindig jelzi, hogy ellenőrzés van. Ez benyomod, az ott szól, és akkor itt szól, hogy lassítsál meg. Hát nem tudom, én olyan bizonytalan vagyok ebbe. Jobban bízom a szemembe.
Igen, az egy jó megoldás. Jó támpont, jó támpont. Én nem láttam egyetlen trafit, én a hátsó ülésen utaztam a szélszes lányokkal, mindenféle bőröndökkel, meg a laptop táskákkal körbe bástyázva, vagy gyakorlatilag nem láttam ki az autóból, de nem volt gond, nem zavart, kólyó álló biztonságos kis bunker volt. Én azért ilyenkor úgy áldom a jogosítványomat, tehát azt képzeljétek el, hogy 3-4-10-kor a Janit, mint egy ilyen darab csomagot a postán, így adják, veszik. Vidd el te, hozzám nem fér be. Menjél velük, oda nem fér be. Mi Pestre megyünk, nem tudunk elvinni. Vigyi ki az állomás. Nem tudom kivinni az állomás, nem arra megyek. Hol van? Ide beférek, hozzá, 10 perc ezt hallgatom, hozzátok beférek, ide beférek, oda elvisztek. Mint egy kis csomag, nem? Akit így adnak, vesznek, és ezen valahova, mint egy ilyen kis kóborkutya beül, ölébe a kis bőröndel, és akkor így viszik. Megyek, és már mindent beválasz azért, hogy átvigyenek. Te érted, egy szombathely Békés Csabát utaznál úgy, hogy egy nagy bőröndöt kell itt tartanod, csak hogy ne kelljen bukván vonatkozni. Nincs meg az átjutás a Szegedre. Tehát egyelőre egy órás oknyomozás után nem tudtuk megfejteni, hogy János, hogy kerül át Szegedre, ha csak nem felvonatozik ugye Budapestre, és onnan átvonatozol Szegedre, mert egyelőre senki nem vállalt be. Mert van egy jó átszállás a déliből, ugye azt mondom, nyugatiból indul. És gyakorlatilag a köki haladokát majdnem, mint hogy hazamentem volna, tehát hogy elég necces a dolog. Hát igen, tegnap jó volt a helyzetem, mert ott legalább Negró is gazdája a körforgalomig elvitt. Itt nem kapott felajánlást, ha valaki megy Szegedre. Itt most nem ajánlotta fel senki. Megpróbáltam elintézni, hogy a hostess lányokkal elmessek, de és utazhassak is velük, hogy és a kettő együtt legyen. És ha lehet a kettőt, akkor kombóba oldjuk meg, de kicsi az autójuk. Még majd megpróbálom elintézni, hogy valamelyik őt bevigyellem. De csináld azt egyébként, hogy valamelyik autóba, itt a stábautóba, vagy a bizonyosoknál, bebúsz a csomagtartóba, és nem szólsz, hogy ott vagy. És fogod a kis bőröndödet, befekszel, és akkor ott fekszel. És hol a Jani? Nem tudom, induljunk. És egyszer csak mikor kibontanak majd téged valamikor a délután Szegeden, ott vagy. Hát hogy megdicsérte őket ma is, drága mizósok? Ez lesz a trójai tehén akció. Elbújok a tehén. De most csak mondom, hogy az egy platón utazik a tehén. Hát ennek a szélvédet leszek, mert fogod a kis bőröndödet, bemászol a tehénbe, bezárunk, és a mizósok pedig átvisznek Szegedre, úgyhogy nem is viszik. Nem is veszik észre, hogy élő ember utazik a platón. És reggel csak kiszállsz, és rögtön ott vagy a kitelepülés helyszínén. Mint észventúrát az orszar, hogy megszülözted magad a tehénnel, és kimászol reggel. Zseniális. Erőt eszembe Badnilak az SMS-et, tudjátok, hogy melyik a legjobb mizó? Ne. Ja, ezt nem mondta, hogy amikor le. Jó, létszi. Adjunk még egy kis esélyt magunknak november utára. Azt mi már előttük régen. Minimálisat, mert ilyen megszólásoknak mindig a levegőbe csak valaki a zenem által, hogy ez az, megint igen. Meg tudjuk őket büntetni. Végre lesz mire elvenni a frekvenciát. Bandinak üzenjük, hogy ez az utolsó adáson ő lett volna a naphallgatója, de sajnos igen. Így nem lehet. Gyerekek, lesz még egyszer utolsó adás, majd ott. Jó? Majd ott. Most még minimális esélyt hagyjuk magunknak. Trafi a hatoson az atom erőmű előtt a 115-ös kilométernél. Köszönjük szépen. Mutatjuk már is a nap legjobb pillanatait, hogy mivel is foglalkoztunk. Jó, utána még választunk egy naphallgatóját, és aztán szépen búcsúzunk, de most jönnek a nap legjobb pillanatai. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. Bocsánat. Másik mikrofon? Másik. Bocsánat, csak egy UFO-s videót néztem éppen. Jaj, hagyjál már! Ne! Ugyanolyan meggyőző, mint a tegnapi. Egy méretes UFO szágult az utasszállító felé. Az egész világot bejárta a videó, azóta felkerült a legnagyobb online videó megosztóra is. Meglepetésünk éppen egy magyar felhasználó töltötte föl. Egyébként hatalmas UFO szágult a repülőgép felé, speciális kamerával vették föl. Még nem láttam, most akarom megnézni. Persze, mindenképpen nézd meg. Jó, ez az én napi UFO. Tudod, mit csinálja? De egy ilyen videó mit bizonyít? Hogy még nem lőttél fel? Igen. Mit bizonyít? Hogy a Siriusról jöttem Pataki Attilával? Pataki Attila szült meg engem. Ez igazából az anyám és az apám egyben. Nem tudom, szeretem az ilyen videókat. Most lehet, nem bizonyít semmit. Nem közületek látott már valaki UFO-t? Na most ne kezd el fel, láttam már UFO-t. Tehát ez azt nem mondja, hogy te vagy az. Nem így kell UFO-kok. UFO-kokat. Nem, mert többen voltak UFO-kok. Ne így próbáljuk már ezt az egészet megközelíteni és bizonyítani. Láttatok már UFO-kokat? Nem látott senki. Látod. Ezért nem is létezik. Szoktam így kérdezni, láttam már 1 milliárd dollárt? Itt volt 20 perc, hogy itt ritkó. Na, az meg a másik. Mi kell lenni erősebb bizonyíték neked, hogy UFO-kok már pedig léteznek. Oké, hívjuk a naphallgatóját. Már is, ha mondja, hogy morning show, és felveszi, akkor övé az ajándékcsomag. Bácsi, aki kiosztott minket, hogy leült, mint az iszap, helyes volt. Nagyon jó. Hát leültetek, mint az iszap. Jó, Jászi. Imádtam. Tessék fel. Addig elcsomagolom a maradék krémest. És azt hiszitek, hogy hű. Itt pedig nem.
Érted? És az lesz, hogy ül bent valakinek az autójának a hátsó ülés, ezt a rohadt mikrofon tedd már arrébb a csomagoló papírt, és ezt fogja enni szemmel. Van parted, Lén, ne sírjam. Nem, amikor buszon utazik át Szegedre. Jó, ez most nem jött. Ez most nem jött össze. Csabi, jó reggelt, itt vagy már, hello. Hogy ne volnék, szevasztok. Szia, Csabi. Székesfehérvár. Hello, Csabi. Ciao. Na, milyen a turné eddig, srácok? Nagyon jól érezzük magunkat. Jó a turné, majd kicsit borongósabb volt az idő. Tegnap gyönyörű időnk volt Szombathelyen. Reméljük, holnap is szerencsések leszünk. Hát egyre rosszabb időt mondanak, de reméljük, hogy nem fog. Reméljük, hogy nem fog esni. De hála a közönségnek és a szponzorainknak, tökéletes a turné. Én nagyon aggódom a Janiért, hogy senki nem viszi el. Jani, figyelj, háromig itt vagyok, lemegyek érted szívesen. Lehet, hogy egyébként én is fogok vele. Tehát ha vissza kell mennem Pestre, és onnan megyünk le Szegedre az M5-ösön, tehát... Tegnap a negrós mama megígérte, hogy elvisz a körforgalomig. És tegnap a hallgatók SMS-eztek is, hogy a körforgalomban akkor ott felvesznek, és akkor elvisznek egy következő állomásig, és akkor szépen össze lehetne hozni, hogy innen oda. Csináljuk már ezt meg! A kívánság műsor elviszi Janit Szegedbe. Egyébként ez zseniális lenne. Tök jó. Jó lenne. Jó lenne. Már most egyébként már Kecskemétig Szolnokig van fuvarom, csak átszállásom nincsen. Csabi közben adásban már elkezdi keresni, hogy Szolnokon egykor a csomagot átveszitek a benzinkútra. Tényleg csinálj már meg, és mindig bemondod a Csabinak, hogy hol állsz, hogy Kecskeméten 85-ös állok, itt és itt valaki vegyen föl, elvisz, nem tudom, Dunaujvárosig, vagy Dunaujvárostól Kecskemétig. Szerintem ez tök jó lenne, Jani. A hallgatók átviszik. Jó lenne. Tényleg nagyon jó lenne, és egy picit sem tartok attól, hogy az lesz, hogy 5 órakor még ott fogok állni a benzinkútnál, ahol megbeszéltük, hogy felvesznek. Tehát igen. A csomagjaimmal egy picit sem biztos tartok attól. Biztos, ezek rendesek a hallgatók. Nem, biztos nem akarnak romász. Nincs elég önbizalmat, simán átvinnek. Ez nem önbizalom kérdés, meg te otthon leszel a meleg lakásodban, én meg majd áldogálok ott a 95-ös euró mellett. De még itt Székesfehérvár szélén állna. Igen, és egy kamionsofőr letekeri az ablakot, és megkérdezi, szia kicsi, mennyi vagy? Hallod, kincsem, néznél egy olajszintet. Utána én is neked, a pálcámmal. Én csak Szegedig szeretnék eljönni. Nem érdekel, hogy mit szeretnél, gyere a papához egy kicsit, utána bárhol elvisz, te kis finom desszert. Boklama. Két török kamionos elkap majd valamit. Most tükörű. És ott te már jöhetsz azzal, hogy de hát morning show, Jani vagyok, üküm, tűküm, csúnya lesz a vége. Csabikám, mi újság, Pesten állítok, szakad az eső? Hát most pont elállt, de reggel hihetetlen zápor volt. Lehetetlen volt közlekedni, és tudjátok, ilyenkor a legtöbb ember esernyőnek használja az autóját. Nehéz az előrejutás, készüljetek fel, hogyha Pestre jöttök, hogy ráadásul ugye ma a taxisok is megint tüntetni fognak. Nem mondod komolyan. Mert minden kedden fognak kezdeni. Múlt héten is kedden, ezőtte való héten is kedden, azt mondták, hogy amíg nem érik el azt, hogy a tígyságbe, addig minden kedden tűnik. Fú, hát ma a gyorsforgalmi reptér környéke, arra nem menjetek. Jó? Délután. Na jó. Atyaisten, 100 ember sakban tartja az országot, ettől mindig rosszul vagyok, komolyan mondom. Én annyira utálom ezt a taxis tüntetést. Tiltsák be az Ubert. Én az Uberrel vagyok, remélem, hogy nem tiltják be, és drukkolok nekik. Mondd azt, hogy tiltsák be a taxit. De ne tiltsák be, szerintem egyelő versenyfeltételek mellett legyen ez is, az is, aztán majd döntenek a használók, hogy mivel mennek, taxival vagy Uberrel. Nem? Hát nem, hát hagyd döntsük már el. Hát persze, 150 ezer ember uberezik, gyerekek. 150 ezer ember jár már. Elhiszem, hogy fáj a taxisoknak, hát ezzel nem lehet mit csinálni. Nekem tényleg 10 taxis utazásból 9-ben jó tapasztalataim vannak, de még így is azt gondolom, hogy ez már egy picit sok. Igen. Érted, mennek, Jani, most már így, hogy szereted őket. Ja, pláne, így van. Csabikám, milyen zenéid lesznek, remek zenék? Egy jó kis régi, klasszikus, hagyományos Depeche Mode-ot hozok nektek, hogy amikor elindultok, Jani kivételével beültök az autóitokba, és bekapcsoljátok a kívánságműsort, akkor meghallgathassátok a Personal Jesus, nagyon fogjátok szeretni. Jó? Ez tényleg nagyon, ugye? Nagyon klasszikus. Nagyon jó kis szám. Nagyon jó kis szám. Jól van, mondjuk, Csabi, köszönjük, csokoltatunk, vigyázz magadra. Jó munkát. Szia, puszi, nagyon erős. 555-55-00, ez a telefonszám. És mondjuk, hogy holnap Szeged, ugye? Így Szeged, van. Régen voltunk, úgyhogy mi nagyon várjuk, hogy találkozhassunk a szegediekkel. Dugonics téren leszünk, a jól megszokott helyünkön. Pár évvel ezelőtt voltunk, ugyanott áll, vagy hát ahhoz közel áll majd az üvegstúdió. Ott mindig lehet haladni, Dugonics.
Így van. Szabad a térdugó, nincs titus. Így van. Így van. Úgyhogy gyertek holnap Szegedre. Jó? Aki pedig látja Janit az út mellett stoppon. Így van. Az, húzd el az ablakot, mutassak ki a középsőjét, és a röhögjön ki, perc. Igen. Ez az, pont azt kaptad, ami jár. Látja Janit egy szakadt miniszoknyába, kirúzsozott szája, nagyon egy Szeged táblával a kezébe, valaki vegye föl. Legalább dobjon ki egy 10-es kotont, hogy haladja. Atya úristen, na, az NMH-ba már dörzsülik a ja, bocsánat, tényleg. Most elnézést, el a legyen humorérzéketek, na, kiabáltak fel az NMH-ba. Végre megvan az oka, miért elvehetjük tőlük a rádiót. A betyárját, csak kimondta. 6 perc, ma pontosan 10 óra, holnap megyünk Szegedre, várjuk a szegedieket. Székesfehérvárra csókoltatunk benneteket, vigyázzatok magatokra. Jó? Sziasztok, köszönjük szépen! Reméljük, hogy jövünk majd még, nem tudjuk, hogy jövünk-e, bízunk benne, hogy néhány év múlva még jövünk. Igen, igen, mindenki csókoltatunk. Holnap találkozunk, szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a